Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes autóhirdetésre bukkantunk. Ugye hát megszokhattuk már, hogy az utóbbi években jönnek az egymást érintő viccesebbnél viccesebb autóhirdetések. Mindenki mókás módon próbál megszabadulni az ő autójától. És ez egy kislány adta föl, aki nem is annyira kislány. Annyit írt egy autóhirdetésre címként, hogy vegyétek meg apám autóját, mert hülye volt. És annak ellenére, hogy anyám bezzeg, megmondta előre, csak azért is megvette úgy, hogy közben másik Verda ott dekol a ház előtt. És ír egy baromi hosszú levelet egyébként, Réka, mert így hívják a hirdetés feladóját, aki szeretett volna eladni egy Opel Astrát. Egy Fordot. Egy Ford a főszereplő, méghozzá egy fehér kombi Ford, ami itt áll ugye a ház előtt. És hát folytatja a levelet egészen hosszan, nagyon szellemes módon írja le egyébként azt, hogy miért akarja eladni az autót. Csak egy-két idézet a levélből. Ugye úgy indul, hogy vegyétek meg, mert hülye volt, és a másik Verda ott dekkol a ház előtt. Szóval vegyétek meg, mert makulátlan állapotban van, hiszen átvitt értelme anyám fél szemem mindig a fiókban lévő kocsi kulcson tanyázik, nehogy véletlenül eszébe is jusson bárkinek használni, azt a nyomorult autót írja egyébként a hirdetés feladója. Szép fehér ránézel és kiég a retinád a gyönyörűségtől. A spontán örömtől pedig felsikolt az nagy ujjal nyomogatható képernyő van rajta, ami németül karattyol. Apám felelősség teljesen bólogat és ész nélkül üti a képernyőt, aki amúgy egy fingot nem beszél németül. Milyen jó családi kapcsolat van. Akkor, mint egy teherszállító hajó, szóval nagyit az egész konyhával együtt lehet szállítani A-ból B-be, kötőtűstől, visszaváltató PET palackokkal, komplett gyógyszeres ládával, és szomszédasszonyi nyugger barátnőkkel együtt. Úgy néz ki belülről, mint a Csiúcsán űrközpontban kilövésre váró űrhajó, szóval nagyon flash. Úgy gyorsul, mint amikor rálépsz a gázra, hirtelen le tudod olvasni a göncöl szekér alvásszámát, írja a hirdető. Én nem tudom megvennék egy ilyen autót egyébként, aki így hirdeti. Ha hívsz és apám hallózik legalább egymás után tízszer, és nem mond semmit, akkor nem azért van, mert nem ma, hanem azért, mert fogalma nincs arról, hogy mikor veszi fel a telefon. Az ő mutatványa nem az, hogy has, hanem legfőképpen zsebbeszélő. Tehát felveszi a fater a fenekével a telefont, és zsebbeszél. 31 éve kezességet vállalok érte, ha nem bízol, akkor gyere házhoz, és ha majd problémád van, de nem lesz, akkor legalább tudom, hol laksz, megtalálkozhatsz. Jó, szerintem erre lehet kimenni, nem? Hát ez izgalmas, érdekes, végre nem az van, hogy 1999-es Formula, valami beletett, mondjuk azt nem tudom, hogy a fater ahogy intézte el, ha ezt a papa is látta, vagy ilyenben vannak ennyire jó hangulatban, vagy ennyire jó kapcsolatban, mert mondjuk én faterként egy picit erre azért megsértődnék, itt ott van benne néhány olyan mondat, de szerintem a hirdetés maga zseni. Igen, na itt van már is a hirdetés feladója, akit elértünk, és el tudja nekünk mondani, hogy miért adta fel ezt a hirdetést. Hello Réka, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Szia. Hát figyelj, nagyon szórakoztató a hirdetésed. Kérdés, hogy mennyire lehet így autót eladni? Hogy állsz most az eladással? Hát képzeljétek el, hogy én most nem vagyok otthon Barcelonában, vagyok a barátnőimmel, és pénteken szólt a fater, hogy eljött érte egy űrge, meglátta, beleszeretett, hát nyilván a hirdetésem alapján, és azonnal elvitte, úgyhogy két hét alatt elment. Na de várjál, édesapád tudta, hogy te feladtad ezt a hirdetést, vagy fogalma nem volt, és te ezt ilyen önjáró módon feladtad, hogy menjen el a családi autó? Hát ezt mi előre megbeszéltük, tehát én nem akartam őket megsérteni, és akkor elküldtem nekik, hogy nézzétek, írtam egy ilyet, ugye volt azt hiszem talán egy két hónapja egy ilyen baromi szellemes Opel Astrás hirdetés, és akkor annak alapján gondoltam, hogy én is írnék egy hasonlót, elküldtem nekik, azt mondták, hogy fú, ez tök jó lett, nem sértődött meg se a muter, se a fater, feladtam, és akkor így elkezdtek írogatni először az e-mailemen, hogy ezt most komolyan gondolom, vagy ez csak vicc, aztán mondtam, hogy nem, abszolút komolyan gondolom, és akkor hívogattak, megnézték a kocsit, és igazából ennyi a története. Ő egy kombi autó, ugye? Egy nagyon gyönyörű fehér kombi autó, ahogy látom. Egy csodálatos. Igen. Fater, beújított a nagy gyűjtögető? Igen, ezt nagyon szereti. Igazából megbeszéltük az elején, hogy kell egy új autót vásárolni, mert ugye az, ami most nekünk van, illetve hogy ez nem, még mindig megvan, az a következő beindításnál szerintem ön meg sem is, tehát olyan állapotban van. Felrobbantja saját magát az autó. Hát nagyjából igen, meg itt tett így nagyon borzalmas esztétikailag is, és akkor meg lett beszélve két típus, hogy miért fog vásárolni. Kiment Németországba, és visszajött egy harmadikkal, és ugye az volt a deal, hogy olyan autót vesz, amiben kevés kilométer van, hát ez a mellékeltáblát szerint sem nagyon jött össze, meg jó állapotú, ez hála Istennek egyébként sikerült,
És akkor édesanyám elkezdett egy ilyen szabadságharcot vinni az autó szabadságáért, hogy ezt azonnal el kell faszolni, mert ez nekünk nem lesz jó, meg ráadásul három kocsi van, és akkor kettő fér csak be a garázsba, és akkor onnantól kezdve ott áll gyakorlatilag ugye, hát nem tudom, pár hétig, amíg... Ott árválkodott szegényként. Mama kemény azért, igen. Ugye? Mama a főnök. Hát ő megmondta, ő azért ilyen egy gyere egy. És a papa Németországban hozza be az autót. Hát papa milyen flottul intézi ezeket. Igen, ahhoz képest nem beszél fingot se németül. Vagy valaki behozta neki? Nem, volt azért segítsége. Tehát ő csak nézett és bólogatott, ahogyan a navigáció használta közben is fogta, vagy csinálta. Tehát fogalma nincs tulajdonképpen. Fogalma és nincs. Nem nagyon beszél németül. Nem, de tetszett, szép volt, meg nagy, meg neki is valószínűleg ez a fehér szín, ez a kedvence. Uh-huh. És most Barcelonában vagy a csajokkal egy ilyen barátnős kiránduláson? Hát, az autó árát ilyen, most veri el. Az autó árát most visszük el gyakorlatilag, ez ilyen korlátozottan masszív italozással egybekötött kultúrprogram, ami most kezd el majd csak megvalósulni, tehát egy pár napig azért ilyen vegetációban voltunk. Megtaláltatok egy jó Seatot eladót a környék. Igen, egyébként az a vicc, képzeljétek el, hogy pont egy autókereskedés van a házaljában, ahol lakunk, és nagyon gyanúsan néznek már, úgyhogy... Hát én tudják, hogy jó potenciális vásárló vagy. És papa szoború volt, mikor elment az autó egyébként, vagy jól viselte? Nem tudom, nem, igazából csak telefonon beszéltünk egymáshoz, úgyhogy fogalmam sincsen. Hát remélem, hogy azért nem omlottak össze, amíg nem vagyok otthon. De milyen ez váránk, hogy gyerek, veszel egy autót, hazamész, és a gyereked eladja, igen. Mert ez egy hülye van. És ráadásul nem. Ez egy hülye van, az öreg már kicsit. Hülye van, oké, te autó vett egy harmadikat, nagy gyűjtőget. Miért tágos ez a garázs, emlékeztem, mi az a... És a gyerek meggondolja magát, és eladja az autót. Na de akkor nagy siker volt a hirdetésed, de akkor szerették, nem? Ezek szerint úgy tűnik, én egyébként abszolút nem így szántam, tehát a pont megérkeztem, nem is a múlt hét közepén, és akkor édesanyám küldött egy e-mailt, hogy sztár lettél, és akkor néztem, mondom, úristen, mi ez? És akkor láttam, hogy egyre többen osztották meg, de abszolút nem volt ilyen célunk. Illetve nyilván én egy pár hónappal ezelőtt adtam az én kocsimat, és akkor azt így kb. Egy hónap alatt tudom én pár százan megnézték, és elkezdte küldeni azt hiszem a Gmail-emre az értesítést az oldal, ahol ugye meghirdettük, hogy mit nem én 80 ezeren megnéztük, mondom, atya úr is, és akkor láttam már Facebookon is megosztották, és akkor ugye hát nyilván így azért egyszerűbb volt eladni, meg hát ebből szerintem rohadt sok van, tehát több ezer darab, úgyhogy nem lett volna. Mennyi kilométer volt az autóban, emlékszel, vagy tudod, hogy körülbelül hogy átadok? Hát ilyen 200 fölött, 200 ezer. Papa jól választott, 200 ezer kilométer. Jó, de szép nem a szép. Nem futott autót, azért papa beválasztotta szépen. Na jól van, de legalább okay. német nyelvecskéket tudott venni, úgyhogy... Semmit nem beszél van. Egyébként? Semmit nem beszél? Semmit, sem. Hát ilyen alap, ez a járnány... Hát mondjuk ide, én is meg vagyok. Na, nem nagyjából ennyi. Sokat nem beszél. Igen, Rio utca alapfok. Igen. Na jó, Márika. Oké, hát örülünk, hogy beszéltünk. Te beleolvastam a hirdetésedbe egyébként, tényleg szellemes. Lehet, hogy tényleg így kell eladni, sokkal nagyobb esélye van az embernek, mint hogy csak simán fölad egy hirdetést egy kombi autóra. Meddig vagytok Barcelonában? Várjál csak, most milyen nap van? Hétfő? Holnap megyünk haza már. Hát nem volt egy hosszú túra? Akkor tényleg csak egy ilyen rövid. Nem annyira. De annál kimerítőbb volt. És először voltál? Hát én már negyedszer a barátnőim most vannak először, úgyhogy én ilyen tourist guide-ot játszottam, de azt is abszolút élveztem. Uh-huh. De negyedszer miért ennyire jó, ennyire bejön Barcelona? Tehát ezért? Hogy én nagyon igen, szeretem. Aha. Nem, én nagyon szeretem. Hát ebben van egy találkozom a Gaudival, úgyhogy itt folyamatosan vizslatjuk a várost, meg hát itt főleg az éjszaka életben is azért úgy érdegélünk, úgyhogy... Na jó, van. Oké, Réka. Csapatépítés zajlik. Az éjszaka életben érdegélted? Tessék? Rudas polírozol, vagy már az éjszakai életben érdegélsz, erre kérdezel a Jani, hogy ez mit jelent. Ettől elhatárolod, mert nem tudok válaszolni. Gondolom, hogy bulisztok, nem? Tehát inkább ezt így kell érteni. Olyat, igen, meg hát a népet tanítjuk kis grófószámokat énekelni. Úristen, hogy örülhetnek a spanyolok. Jó úton haladunk. Atya Isten. Jól van, Réka. Puszi, ciao, hello. Köszönjük, szia, ciao, hello. Hello. De miért vesz a papa egyébként autót, ha van kettő? Mert le akarták cserélni az egyiket, ugye, csak nem erre, tehát hogy a mama megmondta a paramétereket, de a papa úgy érezte, hogy neki van szabadsága, ez kiderült, hogy nincs, és szólt a kilométer miatt, a 200 ezer miatt a mama. Picit megy egyébként a sok, mert 5 éves autóval azért tettek a németek egy keveset, igen. Best of Morning Show, a Morning Show legjobb pillanatai. Ó, gyerekek, hát már megint... Tudni akarom az igazságot, hogy álltok?
kicsit gyorsabban. Minden tudni akarok a tesztről, ami Rákóczi cégnál elindult. A múlt héten felhívtuk Békát élő adásba, hogy amerikai nő ugye egy éven keresztül szexelt minden nap a párjával, és rendbe jött a házas életük, imádják, szeretik az ott egymást, már majdnem váltak. Feri azt mondta, ide nekem ezt a kísérletet. Felhívtuk Békát, és Béka azt mondta, hogy ám legyen. Akkor még nem tudta, hogy mit vállal. Na, de őszintén, tényleg őszintén. Tudomásom szerint a kis ablakon annyira kialacik a kutyogásnak a hangja, hogy a harcsák kijönnek a partra. Így van, igen. Bojlis pontyok kértek átrakoltatást a Balatonra, Velencei tóból, mert nem bírják tovább. Nem bírjuk az ajt. Na őszintén, nekem az. Az van, hogy... Hazudik. Már látod? Már hazudik. Igen? Már látom, hogy már hazudik. Hát hazudik! Hát veletek, nem mondj többet, hazudsz! Most nézd meg, mit készítettem be, hozzá se nyúlok a géphez, csak megfordítom. Na. Most akartam segítséget kérni, mert ma jön ez. Tehát, hogy ez... ma jön... De kamus! Ma jön, hogy te ez nyomorod, hogy... senki nem csinálja. Ugye? Majd mindjárt fölrakjuk a Facebookra, ez egy új pozíció, mert már mindenen túl vagyunk. Na, ez nyilvánvalóan nem igaz, de tartjuk a dolgot, figyeljetek, az van. Esküszöm. 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 De tényleg az van, hogy szombat... Esküdj meg az életemre. A te élet... Nagyon szívesen várnék. Jó, jó, ha ez igaz, akkor a Jani éra. Esküdj meg a téveket, mind a 8 hallgatóját. Ne bánsd őket, ott vannak. Ja, tényleg, most ott van. És szombaton én egész nap dolgoztam, aztán elmentem még egy koncertet adni, és hajnali fél egykor hazaértem, és azt mondtam, hogy itt a vége, hogy én már nem. De hát egy jó asszony ugye egyrészt minden, minden megbocsát. B, meg hát tettestársa az urának, úgyhogy azon is túl vergődtünk. Ma vagy ott, mert tegnap este már két gyerek azt mondta, hogy már pedig most ők apával akarnak aludni, mondtam, hogy gyerekek, nem lehet. Nem lehetne újra tévézni, igen. Apa. Kísérlet van, ne, ős, ő nem akarnak elaludni, viszont ma nem fogjuk tudni megoldani, tehát ma úgy kell okosan, hogy lefekszel velük, hadd aludjanak el, és akkor utána átmászol a hitvesi ágyba. Ez van most. És egyelőre tudjuk tartani a dolgot, de megmondom nektek őszintén, hogy amekkora lendülettel bevetettük magunkat csütörtökön, úgy ez kezd alább hagyni. Tehát, hogy most már... De mondtam, hogy váltok. Hogy kicsit... Váltok. De tehát, hogy 400-at futsz, vagy 400-at. Ha 400-at, akkor jövök, és átveszem a botot. Megértem, hogy abban a pillanatban, hogy az első elmarad, már dobom is tovább. Átveszem a botodat. A váltóbotot megfogod, és te már mész is haza, és csinálod. Ezt szerintem holnap reggel hozom be a váltóbotot. Most azt érzem. Jó, én leváltalak. Mert az eleje annyira jó, azt mondtam nektek a csütörtökön. Nézd a Viki fejét, jó lehet, Viki. Kicsim, Viki. Hát végre, figyelj, kettő, mi jövünk. Figyelj, Viki, 2-3 nap az jó. 2-3 nap az jó, utána egy picit majd. Ezt, ha ki tudod vitelezni, a két térdeplős megvan? Nagyon már jó. Nézi, ismerkedjél. Tegyed föl, hogy valaki jövök. Csinálta már ilyet az életben. Tehát az első 2-3 nagyon jó, és aztán meg kötelesség szaga van, basszus. Az a baj. Tudod, hogy várod, meg jó, meg a szexhez semmi baj nincs. De hogy tudod, hogy ami jó volt az elején, hogy tudod, hogy ma este szex, és az mekkora lesz. Nyűk. Most azt érzed, hogy... Hogy már aludnál. Hogy nagyon jó, meg szerettem is, na, de már most ötödjére. Uh-huh. Hogy csinálta ez az amerikai nő egy évig, gyerekek? Mondjátok meg őszintén, hát ez igaz ez a cikk. Fog összeszorítva. Le a kalappa. Az nagyon nagy meló. Fog összeszorítva. Ez nagy üreg támogatásával. Egyetem, mi az, ami fél év alatt már nem indul el csak egy év alatt? Tehát ez hogy van? A nyál elválasztás. Azt mondta, hogy 3 hónapig volt neki rossz, és utána viszont határozottan jó volt. Azt tisztán látszik, hogy mi 3-an se fogjuk végigvinni. Tehát váltóban se fogjuk a 3 hónapot letolni. Ez szinte biztos. Hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Mondom neked, hogy arra viszont készüljetek, hogy ugye Béka, ahogy beszélt erről a dologról, onnantól kezdve bárhova mész, mindenütt az van, hogy na. Igen, hogy állunk? Hát figyelj, ez már ékel, már kicsit kezdem. Kellemetlen? Lehet, hogy nem veszem át a váltóbotot. Kellemetlennek nem kellemetlen. A patikus, mikor átkacsint, hogy na. És valami kis rinocéroszador, valami kis orszarvú por. Tudod, viszed a kis aspirinet, valami, hogy állunk. Tudtuk, hogy ezt fogjuk vállalni, úgyhogy ez... Nézzük meg, ketten meddig jutunk. Ja. Vagy aztán majd, amíg Jani akar beszáll, egy ilyen 3-as váltó, de én átveszlek. Már nem téged, hanem én is lelátózok. Szurkolsz, Én átveszlek. Jó, én átveszlek. És aztán meglátjuk, kihajózunk mi is. Kicsim, hívd a kozmetikusodat. Hívd a kozmetikusodat, ma meglátogatlak. Ja nem, ma még nem látogatlak meg, mert hogy még Feriéknél tart a látogatás. Én elég régóta ismerem a Vikit, de most nem tudom eldönteni, hogy ez most őszinte vagy gúnyos mosoly. Tudja, hogy ott fog megtalálni. Ja, vagy se. Én a Fogság című könyvben a melkasabonot szoktam mondani. Naponta fél oldalt tudok elolvasni belőle, úgyhogy nem baj. Okosodjatok abban, hogy ugye a két gyerek most már nálatok is szociális intézményben van, iskola meg bölcs.
hogy a délutánt tenni a randevúnak a időpontjára. Tehát le mondod a tenni. Ezt akartam mondani. Na mondod a teniszt, hazamegy. Azért mindennek voltál. Azért érted. Nem, ez nálunk ez esti mulatság. Én nem csak vagyok este. Ez a délutáni madár. Nekem az olyan fura. Vagy csinálj belőle sportot és reggel, kezdés előtt. Hülye vagy. Normális vagy. Hát nem tudom, mikor is fél ötkor szól az óra, vagy még előtte, na, hogy most gyorsan. Négykor. Nem tudom, hogy a dobrádió ülni fogja neki. Hát így is úgyis agyom vele. Nem tudom, hogy lecserült valaki. Ne, aranyos gyerek az Ákos, de suta, úgyhogy. Van két kezes nagy lapi. Aranyos, még bírom az Ákosnak, tényleg, de rettenetesen sután teniszezik. Na, de én nem úgy váltalak le, hogy lemegyek Velencére, hanem akkor... Igen, mielőtt félreértítjük. Mit írják, hogy csak Ferit váltjátok, a szonyka marad? Nem, tehát nem azért, hogy kopogtatok. Feri! Feri! Itt vagyok a budi, nyisd ki az ajtót, add át a botot, váltalak! Te kijössz, én meg bemegyek. És mondja majd az asszonykát, Feri, milyen tüzes vagy. Milyen tüzes vagy ma. Ráadásul mire leérni, lehet, hogy már sor lenne, aztán mondaná egy szép tál, nagy darab mészáros legyen. Csak mondom a békának, maradj hason. Én még mondom a békának, maradj hason, és fogom a tarkóját. Maradj hason. Ki lennék, beszélj Feri. Te vagy az, Feri, Feri, maradj hason. Nyomod bele a fejét, ne fordulj meg. Várjál, tudok-e fel is tenni? Ez ha tovább dagad, tudok-e már veszélyes? Micsoda? Gyerekek, vermák sisak, nem? Egy. Hétvégén ér pihenni, vagy az is munkanap? 20 plusz kupak, vagy? 20 plusz kupak. Munkanap. Munkanap, tehát nincs pihenés. Szombat, vasárnap. Mi újra? Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, így vagyunk most. Jó, ha holnap átveszlek. Most már kicsit várom. Akkor a szerda. Csütörtökre melegíts. Felkészül vadon. Felkészül a vadon család. Hogy érted, egy van benne? Csak mondom, hogy felkészül a vadon család. Nem. Muszáj, gyerekek, meg kell nézni hármas váltóba, meddig menjünk. Na jó, akkor holnap erre visszatérünk. Mire megy ki a játék, Feri? Sponzor kell? Mire? Miért? Ez egy év szex a Lukoil támogatása. Jó, nem rossz. Ez egyébként nem rossz. Egyébként nem rossz. Kedves Lukoil. Igen. Akkor viszont kitartunk egy évig. Összecsengene a márka neve azzal a törekvésemmel, hogy olajozottan működjenek a lógokot. Önök is minőséget képviselnek. Mi én is. Az, hogy szombaton van a Viki szülőnapja, holnap átveszlek, akkor legalább szombatig ki kell tartanom, mert ez akkor elég gyatra. Akkor mi a francot veszel neki? Viszont nem, már megvan az ajándék. Megvan az alcsi. Hát figyelj, szerdán átveszem, ha szombatig megyek. De szombat előtt nem állhatok le, az milyen gyakran, hogy pont a szülinapon leállok. Meg ha ez lett volna az ajándék, érted? És a gyerekek is ott állnak, azt várnak, hogy mikor bontsátok ki az ajándékot. Már odaadtam. Mi? Már ez lesz. Anya, már megkaptam. Igen. Jaj, Balázs, ne túlozzál, csak 5 perccel kellene, előbb kellene. Írj egy hallgatót. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. János, jött! Hopp, tedd ki! Én oda köpném. És ő is, az a baj. Az a baj, hogy ő is. Mondtatok valamit? Van valami baj? De valami rosszat csináltam? Nem, semmi. Itt egy SMS-en nevetünk a Janival. Egyszerre akadtunk rá. Semmi gond. Gyerekek, a kínaiaknál ez hagyomány, ez kultúra, tök hogy ami följön, van. Azt nem nyeljük vissza. Nekem nagyon fura volt, mikor Pekingbe jártam, hogy mindenki köpdös az utcán, és elmondta az idegenvezető, hogy hiszen gyerekkorra megtanulják, ami följön, ki kell köpni. Tök igazad van. De ez nem Kína. Írjuk rá, ne edd meg, nem az pik. Mi van, kicsi? Most miért ráncolod a szemöldökedet? Hát tudod, hogy ilyen vagyok. Ővele élsz, hát belepődsz meg. Ráadásul nagyon kultúremberként fogtam a saját bögrémet, és oda tartottam a szárnyalé. Hát van, és szedek ilyen... Jó, nehogy véletlenül egyszer a bulit jönk. Hurutoldót. Mérektelenített. ACC-zel, keménye. Képzeld el, János, hogy jöttek hozzád, akik akarnak neked egy kicsit kedveskedni, de az előbbi felvezetés az nem nekik szólt, mert elmondhatod, hogy gondolkozol, hogy mit csináljál november után. Hogy te majd akkor beállsz valamit sütni. Elmész, mit sütsz, rántottát, vagy nem tudom, mit, vagy akár gofrit, vagy kürtös kalácsot. Hogy te gofrit akarsz sütni. Gofrit, hát mondtam, ugye voltunk kint a Kincsenparkban, és hát akkor éppen ott volt egy ilyen nagy, hogy is hívják őket, Feri? Ezeket a mozgó... Gofrisütő. Gofrisütő, lángosütő. Vanta cukros kolbász. Mozgóállók, hogy mozgó... Futrák. Futrák, na ez autentikus kifejezés. Futrákosok, és akkor láttam, hogy a gofrisok előtt állandóan akkor a sor van,
olyan, hogy mondtuk is a gyereknek, hogy akkor bármi mást, egy nyokit. Apa, hagyjék egy gofrit, ott nagy a sor, egyik nyokit. Csak egy ember áll. Egy tagliatellét. Szóval jött hozzád egy ilyen gofrisütős kis lakókocsis busz, de nem a busz jött hozzád, hogy szia, én vagyok a busz. János keresett. A portán keresett téged egy golfrisütő busz. Mondtuk neki, hogy üljön le egy kicsit és várjon. Szóval jöttek hozzád, hogy beletanuljál egy kicsit a golfrisütésbe november után, hogy legyen jövőd, ha családi vállalkozásba akarsz golfrit sütni. Ez nagyon kedves. És várnak, hogy menjél ki, ott süssé golfrit. Úgyhogy menjél ki, ott süssé golfrit. Tésztát tegyed bele, díszítsen a magamnak, hogy nektek. Képzeld el, elmondom, mi történt. Bepakoltak egy komplett szettet, megjöttek egy kis lakóbusszal, vagy ezzel a food trackkel, kiraktak mindenféle zászlót, málahabot készültek, lazackrémmel, marakujával, rukkolával, és csinálhatsz golfrit. Egy marakujás golfi. Nem gondolták túl egy picit ezt a dolgot? Csomagolhatsz a családnak, vigyél szatyrot, vigyél papírt, csomagoljál be. Tudsz golfrit csinálni. Aha, és ha a legközelebb aranyat szeretnénk mosni valahol, akkor mi lesz? Nehezebb ügy ide terelni. Szóval arra gondolod, hogy a hírek meg a reklámot egy kicsit menj ki hozzájuk. És akkor amikor kész vagy, mi a júli rovat előtt hozzad be azt, amit sütöttél. Jó? Nagyon szívesen. Én egy dupla csokis tejszíjabos baracklekvárosat kérek. Felírtátok? Nem, ezt neked mondtam. Tejszíjabos baracklekvárosat el fogom felejteni. Hát de ez már a munka része, hogy föl tudod venni a rendelést. Feri? Én a lazackrémes rukkolásat kóstolnám meg, és utána pedig valami egész málnás, de sok csokoládés gyönyörrel fogom ezt lefolytani. Jó, két rendelés, Zsülci? Ne, mondjál már valami mást! Az a lényeg, hogy összezavarjuk, más mondjál. A Zsül kér egy marakujás, tonhalkrémes körözött eset. Jó? Ez a három lesz. Oké, okay, jó. Okay? Jó. Két kóla, egy ásványvíz, két sajtburi és egy nagy sült krumpli majonézzel. Jó? Meg is vagyunk. Jó, meg vagyunk. Kártyával Anna? Fizetünk, jó? Anna? Nagy krumplival adhatom. Na, lazac. És Viki is lazac, rukkolával. Lazac. Tehát lazac. Három lazacos, nem, egy barack krémes csoki is. Viki nem ehet, rukkolát nem ehet, tehát ő... Eperkrémes. Egy eperkrémes, én vagyok az egész eperes, csak mondom, jó? Akkor te két eperes, csoki is, lazacos... Nem két eperes, egy eperkrémes és egy egész eperes, nem ugyanaz, jó? Mondom neked, három lazacosból az egyikben nincs rukkola, azt ne felejtsd el. Nincs fogad, Juli. Érted? Én a pincét ne kérdezem vissza, vegye föl a rendelést, tehát akkor három dupla rukkolás, tejszíjabos, három rukkolás, lazac is legyen egy eperkrémes, meg egy dupla eperes, Zsülnek meg a mindegy, csak sokat haza csomagolva. Nagyon éhes vagyok. Jó. Uram. Irány a golfis sütő. Így van, felvettük a rendelést, hát akkor legyen szíves, kifárad. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Végre elértem azt, amit akartam, hogy egyedül vagyok a stúdióban, már mint a ketten Zsülem, de a mikrofon mögött egyedül. Egy kicsi süt, dolgozik serényen, a nagy meg ott tolálkodik valahol a szalonás alapanyagtál mellett, úgyhogy... Gyerekek, itt kaja van, és mindenki kiviharzott, az a helyzet. Szóval elképesztően bérpokos csapattal vagyunk itt együtt. A János meghallott, hogy megkapta az ajándékát, a golfrisütőt, beállt egyébként gumikesztyűt, csattintott a kezére, és süt, a Feri pedig hát csorgó nyállal áll mellette valahol, és gondolom nem sokára közvetít, mert hogy mindjárt kikapcsolunk az Instán, ami kis drága Instagram oldalunkon nagyon sok exkluzív fotó és videó van arról, hogy János hogy készül rá a sütésre, úgyhogy érdemes bennünket Instagramon is megtalálni, lájkolni, mert hogy vannak fotók, amiket csak az Instagramra töltünk föl. Na, kikapcsolunk akkor egy rövid időre csak, hogy mi a helyzet. János, odakint, hogy vártok? Halló! 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 Na, mi van? Itt vagyok, figyelj, minden rendben van, most készítettem el Ferének a rántott húsosat. Olyan is lett. Hogy is, te rántott húsos. Gyakorlatilag nem tudod még eldönteni, hogy urológiai vizsgálatra jöttél el a Janihoz, vagy pedig tényleg itt gofrit fog csinálni, mert itt áll egy gyönyörű szürke kötényben, azt képzeld el, hogy mind a két kezén fantasztikus gumikesztyű, de a középső ujjai ki vannak gyújtva mereven. Szerintem föltettük az Instára. Van az Instán, igen, hogy fölrakja a gumikesztyűt. Igen. Valójában ez nem kötény, hanem a Zsuzsi behozta az egyik topját. Csak leér a boká még, mert ugye a magaságából kifolyólag ő ilyen. Figyeljetek, nagyon-nagyon pöpec az egész hely, és gyakorlatilag mindent lehet tényleg kapni abból, amit egyébként mondtak. Én azt gondoltam, hogy a fele poén lesz, tehát hogy ez a lazacos rukkolás vonal, ez valami a fantazmagória, de nem az. A Ferének ezelőbb készítettem egy ilyet, szigorú a minőségi alapanyagokból, sok rukkolás
rukkolával, úgyhogy teljesen rendben van az egész. Megkaptad a csokisat? Én szerintem kértem rá baracklekvárt is, az lemaradt, mert én imádom a barackos csokisat, tehát azt tudod, akkor pótol léci, meg egy sorsat csinálj nekem is, illetve a Zsülnek is küldj már valamit, mert szegényként itt ül és végignézte, hogy megeszek egy fél gofrit, úgyhogy hogy nem is adtam belőle neki direkt. Rá, most tudom, hogy nagyon éhes. A Zsülnek félretettem ide egy ilyen szürke zsákba. A csücsköket. Egy csücsköket. Van benne egy üres nutellás üveg is, azt majd valahogy hámozza ki belőle. Szóval még a Zsülcikére egyet, én egy sósat, valamilyen rukkolás, ilyen kis parmezános, sonkás, lazackrémeset, illetve egy baracklekvárosat még nekem, ha lehet, akkor csináljátok, léci, jó? De aztán gyertek lassan, visszamegy a Julinak, meg jön a rovata. Jöjjön, meghallgatjuk kívülről. Juli is egyébként itt nyeldek le a nyálát. Egyébként Juli adta föl legjobban a leckét, mert ugye ilyen, hogy eperkrém nincsen. Egész eperek vannak, de eperkrém az nem nagyon van, úgyhogy majd nem tudom, hogy itt a Feri ráül, és akkor... Makkal szétvesztünk néhányat, azt fogjuk látni. Az vagy konkurenciát csináltunk a helyi büfének, úgyhogy nem fogunk bemenni, hanem tényleg előre gondolva elindítjuk a bíznyákot, és egy pici pénzalapot képzünk a ma reggelből. Értékesítsétek, persze, jó pénzért a kollégáknak. Jó, Jáninak komolyan sajnálhatod, hogy nem vagy itt, gyakorlatilag odamész, azt az arcot, mondjuk tőle ez az egyetlen ember, akitől nem vennék semmit egy ilyen food truck show-n, a Jani, mert olyan szigorúan állít, hogy vagy megveszed a teljes kínálatot, és itt hagyod egy komolyabb pénzösszeget, vagy valami mással mész haza, de hogy jót nem kapsz ettől a férfitől, az biztos. Ennyi, meg picit magas a pult, és a homlokomnak tudják csak leadni a rendelést. Jó, oké, okay, a Julit küldjétek vissza, mert nekem most ő kell a legjobban, ti maradhatok, mert úgyse sokat tesztek hozzá ez a rovathoz. Ez igaz, meg az egész műsorot is, mi csak zabálni tudunk, meg bujálkodni. Így van, olyanok vagytok, mint a franciák, nem tudtok már csak zabálni, meg bujálkodni. Úgyhogy Juli, ha ott van, küldjétek be, hogy átbeszéljük a rovatát, aztán tőlem sütögethettek még, mert tudom, hogy nagyon. Elindult visszafelé. Sok mindent rendeltek a kollégák, azt gyártsátok le. Elindult akkor... visszafelé a lazacos rukkolás Feriben. Jó, csináltok a gólőrömre, azért majd gyertek vissza, jó? Jó. De csináld meg a rendelést, tehát amit már fölvettél, azt csináld meg, Feri, ha kapott, akkor jöjjön vissza nyugodtan. Jó? Jó munkálkodás! Vezérigazgató úr, merre van? Jaj, te puncs király! Mit adhatok, vezérigazgató úr? Tessék parancsolni! Na jó, van, jó sütés-főzés! Jó? Okay, és ne lopjál aztán semmit, ne legyél olyan, mint amikor hozzánk átjöttél a múltkor, hogy aztán ki kellett pakolnom a zsebeidet az előszobában. Jó? Nem elvinni semmit, ami értékesnek látszik. Na cső, szevasztok! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hát ez annyira bizarr, hogy ez rettentesen bizarr. Boldog karácsony! Boldog békés karácsony kívánok mindenkinek! Boldog békés ünnepeket kívánunk ezzel a kis karácsonyi zenével. Jó, egyébként a film is nagyon jó. A film is nagyon jó. A Billy Mac, ugye, hát ez egy jó kis karácsony. Fehér karácsonyunk van, körbenéztetek? Igen. Maximálisan, igen, minden fal fehére van messzelve. Minden fal fehére messzelve. Rettentesen szürreális az egész, és nekem szoknom kell, de jó, kint áll a karácsonyfa, ott van alatta a beigli, úgyhogy hát mindjárt csinálok fotókat az Instára, rettentesen beteg az egész, de nagyon felfogadatlan. De ugyanakkor van valami bája. A zene már meghozta hangulatomat, előtte nem voltam nagyon karácsony hangulatban, de a második zene azért az úgy kezdett. Figyelj, amiről beszéltünk tegnap, ugye, hogy Kaliforniában, Ausztráliában kb. Így történik, ahogy nálunk, hogy kinézel az ablakon, és akkor süt a nap, az emberek egy szám gatyába, meg pólóba mászkálnak, meg strandpapucsba, 30 fokon, nálunk most még egyedül csak 18, de napközben itt is lesz. Na, hát reggel 9-kor már körülbelül hát minden egyes karácsonykor. Úgyhogy, de tegnap, amikor elhoztam a Nosztalgia Cukiból, akik egyébként természetesen ezekkel a beiglikkel kívánnak nekünk boldog, békés karácsonyt és ünnepeket, mondta Ricsi a cukrászsrác, hogy életemben nem csináltam még 8 darab beiglit, de hogy ünnepekkor sem csinált még 800 darabot csinál általában, azt mondja, hogy nagyon fura volt neki. Azt mondja, hogy ilyen kis mennyiségét ő még soha nem kevert be egyébként, de az, hogy valamikor hogy szeptemberben ő beiglit csináljon, tehát nekik is meg kellett csípniük magukat. Úgyhogy, hóesést kellett volna ide varázsolni, ilyen kis sprével valamit fölfújni, tudod, és akkor esik a hó, és akkor meg vagyunk, nem? Tegnap elmentünk ugye ajándékot venni, bementem a kis nálunk, van egy ilyen ajándékbolt, mondtam, hogy szeretnék venni zacskót, de karácsonyi. A néni kiköpte a kávéját, az mi van? Hát mondom, karácsony van holnap, tessék adni. Azt mondja, hát még nyomokba sincs, hát már ilyenkor. Mondom, még egy kicsit korábban kezdjük, ki tudja, hogy leszünk akkor, és akkor tessék adni, ízét mondta, hogy nincs. Az egyik lakberendezési áruházban tegnap
elmentünk, és hát egyebek mellett emiatt is. Ott már kint van egy-két dolog. Fél voltak már kint, akkor adták ki, és nézegettem, hogy egy picit mindent ilyen finom, vékony porréteg fedett. Tavalyi? Tavalyi részben. Én is láttam, hogy egy-két helyen kint van. Most szedték le a polcokról, gondolom a raktárba, és még nem is volt nagyon elrendezve a dolog. Például szalvétát, nem is találtam karácsonyi szalvétát. Akartál hozni? Persze, de hát sajnos nem kaptam. Ahogy szaloncukrot sem kaptam sehol. Kicsit elnézést kértek az egyik csemegében, mondták, hogy egyik hallgató írta, hogy náluk lehet kapni. Aztán ott telefonáltam több üzletükbe, és mondták, hogy hát elnézést, de mégsem, talán a jövő héten már lesz. Ők sértették nagyon, ők sértették, hogy mi történik. Hát pedig a tavalyi megmaradtat meg kirakhatnák ilyen előre értékelve, nem? Hát ha még jó az egy éves, van egy éves szavatosságia? Húcsos, nem tudom milyen az LA 30 évig, és nem is tud benne sem megromlani, mert nincs benne természetes anyag. Csak mesterséges minden kemikália, úgyhogy nagyon nem romlik. Az idei csoki mikik még csoki nyuszik. Majd átcsomagolják őket. Igen, az a durva, hogy most még nagyon furának tűnik, aztán pikpak begyorsul. Tehát így megjön az ősz, csak október van, vége van, és ott a kari. Szóval utána meg már mindenhol kellemes üllempeket, jön a reklámhagyjárat, és ott a karácsony. Tehát egyébként most még nagyon gyorsnak tűnik, aztán az utolsó három hónap az így paf, így elmegy. És egyébként csak ott állsz már a fa alatt. Alig nem? Disznót tudunk levágni, addig átszörni. Hát, addig azért egy-két disznó is. Disznó is megsínli, igen. Na, lesztek még karácsonyi zenék egyébként, kérdezi egy hallgató. Azt mondja, hogy ennyi az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, írja. Hát igen, egyébként elszúrtunk, de... Nem szép dolog, utolsó pillanatra hagyni a vásárlást. Azt írja egy hallgató, hogy Németországban már megjelentek egyébként a karácsonyi sütemények. Tibi, köszi, hogy elküldted. Tartsátok meg Balai a jövő héten a szilvesztert is. Jó, ez jó ötlet. Igen. Figyelj, akkor azt jelenti, hogy minden nap karácsony. Az meg a másik, igen. Megsütöttem a beigli friss illat. Ez a gyerekek, nyomjátok a karácsony, megsütöttem a beiglit friss illat a konyhában. Szuperek vagy. Beszálltál te is, de jó vagy. Komolyan, ja, tényleg, kókuszgolyó? Kókuszgombóc. Ja, nem csináltam. Sanctalan voltam. Ígértem egyébként? Hát, te belógattad. Hát, ahogy szoktál, hát ígértél is, meg nem is. Igen, de nem, szerintem most nem volt ígéret, hogy hozok kókuszgolyót, nem hangzott. Bedobtad csak ezt a kókuszgombócot. Kókuszgombóc, igen. Rögtünk egyet, de azt mondtad, hogy nem lesz belőle semmi. Igen, igen. De aztán hallgatok, ráfőztek. Ráfűztek, mert hogy a Facebookon láttam, hogy mondták, hogy valaki azt írta már be tegnap a felrakott kép alá, hogy megcsinálja, és holnap viszi is be a munkatársai. Ja, hogy ő megcsinálja. Hát, hogy ő megcsinálja. Igen, de szerintem az a kerti partival kapcsolatban jött szóban, mondtam, hogy ott volt kókuszgombóc, egy ilyen mindenki hozott mindent, és akkor ott az egyik srác csinált. Kerti parti ilyenkor nincs az hideg. Hát kicsit hideg volt, meg sieltek a gyerekek, de nem volt az. Halászlé van? Azt a jó Isten, tehát az nincs. Jó, halászlé nélkül fogunk kitédítik karizni. Elszűrcsöltet volna reggelire. Hát nem van, helyette más. Egyébként láttam, hogy kint nagyon habzsidőcsi van, majd mindjárt csinálunk fotót. Hideg tálak, sajtos roló, kis, hogy hívják, köménymagos, sajtos, ropogos, száraz süti. Szeretném megmutatni, hogy mivel készültem. De szép. Hogy amikor majd húzunk, akkor azért én ezt felveszem. A húzás tegnap volt, már vagy hát amikor ajándékozunk. Hát igen, a rénszarvasos pulcsi a klasszik, vagy mi van az? Ez egy ilyen kis rénszarvas, egy pici rénszarvas, kis szarvacskákkal, ez valami ilyen kis díszecske. Ezt kaptad az anyósodtól, ugye, jól emlékszem? Pár éve, igen. Istenem, de tud ajándékozni a mama, de tud. Egy piros kötött rénszarvasos pulcsi, úgyhogy én ezt azért behoztam. De szép. Tessék? Szép, hallod, látod, hogy készültél? Igényes. Ezt volt, hogy felvettem karácsonykor. Én annyiból sokat ittam. Csak ez volt, alul nem volt rajtam sem. Majd a húzáshoz vagy ajándékozáshoz felveszem. Egy picit én is készültem egyiket, annyiból renitens voltam, hogy megszegtem az ajándékozással kapcsolatos szabályt, hogy én már tegnap este elkészítettem saját kezüleg azt az ajándékot, amit annak ajánlok, illetve annak szánok, akit kihúztam tegnap. Viszonylag drága volt, 300 forintot költöttem rá. Hát a 500 volt a limit. Igen, de még bele kellett, melót bele kellett tegyél. Meló volt benne. Hát akkor az, ha órabérre kiszámolod, akkor az lehet, hogy legalább 500. Akkor nem, akkor benne vagy. De rengeteg szeretetet raktam bele. Rengeteg szeretetet? Nagyon sok szeretetet. Igen. Többször is beletette. És más nem is örülne neki szerintem. Hát mondjuk egy picit talán. Na, meglátjuk majd. Jól van, ennek ellenére azért, hogy mi itt karácsonyozunk, meg hűlünk, lesz gólörömjátékünk természetesen. Hát. 9 óra után lesz majd, úgyhogy tessék készülni. Fel van adva a lecke. Jó? És hát majd el akarom mondani, hogy mi történt a csapommal, mert azt nem hiszitek el. No. Majd elmesélem kicsit később.
Istenem. Szóval, hogy ilyenkor mi van? Majd kérdéseket teszek fel, de azt majd csak így 78 után, addig megvárom, hogy mindenki felébredne. Annyira megszívtam, hogy el nem tudom mondani. Egyébként minden oké volt tegnap mindenkivel? Hát nekem ez a rohangálás volt. Rohangálás? Meg este is. Még 8-szor akkor mondom, ott voltunk a záruházban is, keresgéltem fahi illatú aromaolajat. Tehát hova akarsz csepedeni a hajadra? Vagy ne, ott van, itt van, majd előtted. Érezni fogod az illatát. Nem hiszem el, hogy egy mécses, egy aromaterápiás, vagy ilyen kis aromamécses üldögél itt meggyújtva. Még nem lehet érezni, de majd lehet. Igen, még nem jön. Később. Még nem jön. Jó lesz az. Még nem jön. Oké. Azt a mai vendégetek Karácsony János, kérdezi valaki. Tudtátok, hogy ebből kifolyólag a húsvét hétfő is kedve fog esni. Hát az jó lenne egyébként, el lehetne egyszer napolni. Nézegettem még az ünnepeket, hogy hogy állunk decemberig, és egyetlen egy október 23-án valami hétvégére esik, és aztán egy október vége, november eleje, ami egy ilyen 4 napos ünnep. Igazából ezt kell beosztani mindenkinek, aki még így készült ilyen nagy-nagy ünnepekre, mert utána... Hát és akit a karácsony is érint, ugye, azoknak mondom, hogy az se túl jó, mert most ugye... Hogy jön most ki a karik? Hát hétvégére pontosan, plusz a akkor rövidebb a szünet. Így van, a szilveszter is úgy van, hogy elsője talán hétfő, és második a kedd, tehát kedden már mész dolgozni. Uh-huh. És azt hiszem a karácsony is ilyen szombat, vasárnap, vagy péntek, szóval valahogy így van. Uh-huh. És nem erős. Na jól van. Hát úgyis nem sokára. Most még csak mi vagyunk karácsony hangulatban, de nem sokára, úgyis az országot is elkapja egyébként. Meg a jóisten költögeti a kicsi fiát. Kelj fel! Nem tudom, mi van. Most valahogy korábban kezdett. Indulnod kell. Most apa, nem már tök korábban. Igen. 24 szombat, 25 vasárnap, 26 hétfő. Aha, tehát akkor hétvége. Igen, de 31 meg elseje, az szombat, vasárnap, tehát másodikán hétfő már dolgozik az ország. Az nem jó. Vagy jó. Megint békés állat, hagyjuk, neked is. Hagyjuk az ünnepeket, most koncentráljunk tényleg, illetve a munkahelyet inkább tényleg arra, hogy most boldog, békés karácsonyt kívánjuk mindenkinek. Ákos, meghitt, szeretetteljes karácsonyt kívánok neked is. Borzasztó gyerekek, én alig tudtam felkelni. Ez annyira rossz érzéssel töltött el tegnap óta ez a 30 fokos karácsony, és ugye Ani meg itt reggel pakolgatta a kis fát. Mi próbáltunk a Ferivel ebből kimaradni, de tegnap küzdöttünk, én nem kaptam például karácsonyi csomagoló papírt, úgyhogy bementem lejmolni egy ilyen kis virágboltba, kértem egy ilyen akármit, amiben a virágokat csomagolják, úgyhogy nem tudom, hogy ez ti hogy oldottátok meg. Tőlem is azt kérdezték, hogy a bordó nem lesz jó. Mondom, ha nincs más. Még nincsenek a boldog erre felkészülve, igen. Na jó van. De az biztos, hogy mi leszünk az elsők az országban, akik beigli teszünk. Az szerint a tuti. Tehát nálunk előbb senki. Senki nem evett beiglit. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na csap terep, elmondjam. Csap, mi van a csappal? Tényleg segítsetek, hogy szörnyű traumatikus élményem volt tegnap. Megvettem ezt a csap terepet, ráadásul nem olcsón. Uh-huh. Tehát, hogy ez eleve fáj. De ne is állj, ne. Igen, főleg azért, mert Jani egy perc alatt talált egy 30 és 40 ezer forinttal olcsóban. Aztán a Viki még olcsóban. Igen, aztán Viki talált még olcsóban. Ami a lényeg. Kihívtam egy vízvezeték szerelőt, aki nekem benne volt a telefonomban. Én nem tudtam, hogy ő ki. Nekem mindig úgy van elmentve, hogy ház, redőnyös, ház, vízvezeték szerelő, ház, gázos, tudod, hát csak ott hívod. Mondja, Baláskám, estére ott vagyok, 5 órára. Hívom, jön, megérkezik. Furán méregeti a csaptelepet. Egy gyerek álljon ott egyszer törőközőbe. Nézi a csaptelepet, és nagyon rázza a fejét. Egy. Na, mondom. Ne ajánljuk, csináljuk meg. Na, mondom, ne temessük azért előre, hát ez egy gyönyörű csaptere. Annyira nem volt drága. Ajjajjajjajjaj. Hogy fölmenne megnézni az eredetit. Rosszat sejtek, mondom, hogy fölmenne megnézni az eredetit. Hát, hogy be lehet-e azt oda rakni? Na, állj még egy pillanatra, mondom, ezeket nem. Álljunk meg egy pillanatra, mondom, mi az, hogy be lehet-e rakni az eredetit? Hát, hogy kompatibilis-e? Mondom, mi az, hogy kompatibilis? Hát általában, ha lecserélsz egy zuhanyfejet, azt ugyanúgy ráhúd, teszed a másikra. Ha lecseréled azt a kis, nem tudom, azt a kis zuhany, nem tudom, nem rózsát, hanem ugye magát a, mi az az a cső, ami a csövet, a víz, akkor betekersz egy acélcsövet, műanyagcsövet, általában ezért ez kompatibilis. Ha felszerelsz egy csapot, felszerelsz egy másik csapot. Ha leszerelsz egy fali csapot, tudod, aminek két bemenete van, ott ugyanolyan két. Hát ráadásul ez ugyanaz a márka, ugyanaz a típus. Nem, ez ugye az R betűs, és nekem más volt, nekem a G betűs volt. De mondom, hát nagy baj nem lehet. Fölmegy, én nem mentem utána, nem mertem utána. Hallom ilyen. De kár én! Várjál, én ehhez nem merek hozzányúlni. Ajajaj, mondom, nem, mondom, ez megígértem, mondom, ő ez nem mer hozzányúlni. Mondom,
akkor csavarhúzóval feszítsünk alá, ugyanis ugye ez egy álló csaptanak, kád mellől jön ki, és ez ugye le van burkolva, egy ilyen kis, hát egy ilyen kis takaró, ilyen kupak, van kupak. Mondom, akkor csavarhúzót ide feszítsük föl. Csavarhúzót felviszem neki, vagy én is látom, hogy nagyon baj, és a csavarhúzó másik végével, nem az éles részével, hanem a nyele része elkezd így ütögetni. Mondom, ravasz, így szedjük fel a palacsintát is a serpenyőből, hogy alá, kicsit megkopogtatjuk. Hogy őt hívtam. Fölszedi azt a cuccot, nem merek oda nézni, és hallok egy ilyen nagyon nagy sóhajtás, majd azt mondja, most van a baj. Hogy de szeretem ezeket a mesterveket. Balázskám, hozza már föl azt az új álló csaptelepet. Cipelem föl, ez egy rohadt nagy doboz egyébként, olyan, mintha vennél egy ilyen pingpongasztalt összehajtogatva. Fogója van a doboznak, vagy mint egy ilyen kempingágya. Egy ilyen szélerőmű lenne, mert csak kempingágya, fölcipelem a csaptelepet, megyek így szerintesen. Mondom, nincs baj, és én tartom a lelket a vízvezeték szerelővel. Meg tudjuk csinálni, mester. Semmi baj, mester. Megoldjuk, mester. Mondom, nincs itt semmi baj, mondom, nem kell egyből megijedni. Hát nincs itt olyan problémát, maga ne tudja megoldani. nincs itt semmi baj. Én barom, széttéptem a dobozt, mert annyira ideges voltam, hogy ugye nem szedtem szét, hanem ez egy rohadt nagy ilyen karton doboz, kicsit megtéptem azért, elkezdtem kicsomagolni. És kiderült, hogy nekem a régi álló csaptelepem, annak olyan a bemenete magába a csempébe, vagy hát onnan ugye kijön a víz a kád mellett, széle, igen, hogy a pereme. Az kerek. És ez pedig teljesen más, ez négyszögletes. És nemhogy nem kompatibilis, kilométerekről ordít, hogy a büdös életbe be nem rakod azt oda. Jó. És rá van írva, egy nagyon elkeseredett csomagolással együtt veszünk vissza. Egy nagyon elkeseredett vízvezetékszerelő rendes kis rák által varrott kis nadrágocskában, amit ugye a kisvakonnak is rák varrott, áll egymásra borulva, könnyes szemmel, 10 percen keresztül álltunk egy ilyen lyuk fölött, és bámultuk, hogy lehetnek ennyire rohadékok, de tényleg. Tehát ha te egyszer megveszel egy ilyet, a büdös életben nem tudsz mást venni, csak olyat, ugyanis nem fér bele. És nem tudjátok átszabni a lyukat? Nem tudod átszabni. A kis reszelőben. Idegvágó. Egy ilyen kráternyi lyuk tátong a fürdőszobában, hogy felszedtük ezt az egészet. Betenni az ujjat nem tudjuk. Mehetek vissza könyörögni, bocsánat, tessék, ez egy ilyen eredeti csomagolás. Megvan, rohadt nyomorultul fogod 10:30-kor állni ebbe a szaniterboltba, kétségbes, hogy vegyék vissza ezt. De nem azért, mert hogy szereztem, hanem mert egyszerűen nem jó. Tudtátok? Én tényleg nem vagyok egy nagy szaki, én ezt nem értek. De hogy lehet ilyen aljas módon megcsinálni egyet? Az egyiknek négyszögletes a bemenete, a másiknak meg kerek, és a büdös életben nem tudsz berakni egy olcsóbbat, ha szeretnél, vagy másfajtát, vagy más minőségű, amit az előző tulaj neked oda bevásárolt. Az kész. Azt kell oda neked berakni. Egyébként, ahogy mondod, a zuhanyfej cserélhető. Hát minden kompatibilis mindennel. És ez meg nem. Tehát azt várja, azt valahogy berakják. Be. Mert ez berakja, hogy vágott egy kört ugye valahogy a csempébe, és ezt lesülyeztette, vagy először rakják, és aztán nem körbe. Nem négyszöget vágni, nagyon nem lehet mi. Oh. Sanszal, ott konkrétan betont kell bontani, meg minden. Jézusom. 10 percig ott vigasztaltuk egymást, ittunk két unikumot, egy pár munkát. Köszönöm, mester. Mondom, akkor inkább nézzük végig a többit. Ha már messziről jött mester, hogy minden rendben van, mondta, hogy minden rendben van, majd. Egyébként nagyon jó fej volt, mondta, hogy hát ezért ő nem kér semmit, meglapogatta hátamat. De rendes. Na, igen, sírjon csak Balázs. Nem kérem sok sikert. Hívjon, aztán ha szükség lesz, nem? Nézze már ma, kértek átba. Nagyon várjuk már. Azt mondta, nem kérek pénzt, elég sokba fog ez magának kerülni. Akkor biztos, hogy ne jöjjek fel a hőlékbefúvóval, meg a két bilincsel, mert meg tudom oldani, csak akkor ide lesz majd támaszva az oldalának a kárnak. Vagy nem olyan szép, de hát jó. Én a meleg víz jön belőle. Na most tök komolyan kérdezem, van-e olyan, hogy az ártatlanság vérelmen? Tehát van-e olyan, hogy a vevő úgy hülye, hogy ő egyébként nem rossz indulatból akarja, mert nem tetszik a színe visszacserélni, vagy visszakérni az árát ennek a csaptelepnek, hanem azért, mert nem kompatibilis a csatlakozása. Meg kellett volna nézni. És ez egy autót veszel, érted? Hát könyörgöm. Hát legyen már kompatibilis legalább az a rohadt csatlakozás. Ezért tételezi fel az eladó az alaposságot, mert nem 3000 forintért vettél, hanem sok pénzért vettél csapot. Igen. Úgy kellett volna oda menned, hogy tudod, hogy milyen a lyuk. Egy hónapja a családom lavorban fürdik, érted? Mert hogy konkrétan nem lehet hajat fel se a kárban. Első vizet melegítünk. Hordóba melegítjük a vizet, és a hátamon kiskulacsba hordom be, hogy a gyerek tudjon fürdeni, érted? Mindent a családért, érted? Én lavorban zuhajzom, csak a családnak legyen jó, és vízforralóval öntöm a kádba a vizet, de most még ez is?
tudva, hogy mennyibe került a csaptelep, olcsóban megúszott, ha veszel egy új kádat. Hát még nem vagyok ki, vagy hát még valahogy a vizet a kád elől ki kell hozni. Nem lehet valahogy a kört négyszögisíteni? Tehát nem, nincs valami matematikai, egy univerzális megoldás erre, hogy hogy csinálunk a körből négyszöget. Hát, az nincs, egy egyébként... jó reszelő kell hozzá, és akkor szépen egyébként tényleg, rohadt dolog, azt gondolom. Az. Tehát, hogy csináljanak olyat, hogy te bármilyet tudjál venni, aha, nem? Igen, hogy legyen, ez ugyanaz, mint a telefontöltők, azt is miért nem lehet egységesíteni, szabványosítani, ezt is, de nem? De tényleg, az is így van, mennyi bört húzhat le rólad. Srácok, van ilyen, hogy a bevő hülye és visszaviszi? Tehát ilyen van, ilyen van, csak nem cserélik vissza. Szóval mi van a jó indulat? Tehát maximum az, hogy igen vagy nem. Így, hogy most nincs meg az eredeti csomagolás. Nem mondjuk, hogy nincs meg az, ja, megvan. Csomagolás. Tehát, hogy megvan az eredeti csomagolás. Ezt én kikérem magamnak. Csak egyedi, néz ki. Egyedi. Igen, egyedi csomagolású volt. Picit a kartondoboz olyan volt, mint egy lelkes, igen, gyerek, aki kibontja a karácsony ajándékot, egy picit, na hát, sérült a kartondoboz. Xbox. Aztán bulcsi. Nem, aztán rénszarvasos pulóver. Hát... Szóval? Nehéz ügy. Hát szerintem ott nagy-nagy jó indulatnak kell lenni. Hogyha van neki... De a karácsony van. Ja, még az is igaz. Na, hát ezért... ma úgy megyek vissza, hogy ma karácsony van. Halló, 24-én zárva vannak. Ja, az is igaz, nincsenek nyitva 24-én. Basszus, karácsonykor nincsenek nyitva. Ti mondd azt, hogy pont ugyanilyet vett az anyósod. És nem lehet megsérteni azzal, hogy visszaadjátok. Kettő lenne belőle, mit csináljak a másikkal? Hozza már be azt, annak biztos jó csomagolás. Nem, mert mint a termékdarab volt. Bemutató termékdarab, azokon meg már nincs meg a csomagolás. Na mindegy. Hát mindegy. Szóval, hogy jaj, úgy szittem magam olyan. Én nem, azért én ezekben annyira béna vagyok. Basszus, nekem nem, ezek nem mennek. Na hát. De egyébként erre ott van a vízszerelő, erre ott van a gázszerelő, mondja meg, mit kell menni. A saját szakmája. Igen, mindenkinek a saját szakmája. Egyébként hát én ehhez nem értek. Hát hülye vagyok. Figyelj, csak most kend rá a boltosra. Ne, menjek oda és kenjem rá. Igen, hogy meg... Visszahoztam a boltot. És tudja, ki tehet maga? Maga! Azért, mert maga nem kérdezte róla. Aztán Balázs, milyen magának a lyuka a kádon? Nem kérd, megkérdezte? Megkérdezte, hogy milyen lyuk van a kádon? Vagy négyszög? Nem kérdezte meg, nem, ugye? Nem. Ugye, hogy nem. Hát akkor ki a csak hibás? Ment a jó pofáskodás? Ugye, csak aranyoskodunk, meg megrendeljük. Olyan régóta nézem már a műsorait, úgy szeretem. Ez most egy megbeszélt stratégia, hogy keményre váltunk, mert akkor megyek veletek, csak ettől lehet, hogy most esek el a viccacserétől. Nekünk semmi sem elég drága. Lehet, hogy most bukom el a cserét, érted? Hogy agresszívra, keményre váltottuk. Hát nem kérdeztem meg. Tehát az eladónak kellett volna megkérdezni, hogy Balázs nézzen utána, nehogy baj legyen aztán, hogy milyen csatlakozó jön ki a földből. Látja, mert mutatom, van a négyszögletes, meg a kör. Az öné milyen, Balázs? De szép kérdés, mondtam volna. Így van, hazamegyek, megnézem. Ne tovább, hazamegyek, megnézem, visszatérek. Így. Egy szó, nem több, ne szálljon el fölöslegesen. Itt se vagyok. Egyik lábam, itt a másik. Mondtam volna ezeket. Hát, egyébként tényleg, lehet, hogy egyébként. Most azon gondolkozom, hogy eszkábálok valamilyen ilyen házilag gyártott alumínium átalakítót. Nekiállok egy ilyen félig fröccsöntött műanyag átalakítóra. Egy lédarabon lemezvágó ló. És eláztatom a szomszédokat, a fürdőszobát, mindent. Hát. Szóval komolyan mondom, kikérem magamnak, de tényleg, szóval, hogy ilyen szemét aljas módon, de nem az eladót mondom. Ne, a karácsony van. Ja, tényleg a karácsony van, akkor nem mondjuk ilyeneket. Maga a gyártó, hogy nem beszél össze a másik gyártóval, és mondja azt, hogy figyelj, ne szivassuk őket, legyen minden kompatibilis mindennel. Uh-huh. Nem? Ez lenne a normális, de hát... Gondolkoztam egyébként, hogy hány embernek hány vacka heverhet úgy valahol, hogy megvette, de az ég egy adta világon rájött, hogy semmire nem tudja használni, de viszont nincs szívet kidobni. Én azon gondolkoztam, hogy nem nekem ezt a gyönyörű csaptepet nem lenne szívem kidobni. Ez valószínű ott várna az idők végezetéig a garázsban valamire. Vagy odaadnám valakinek, ha kell. De hát, ha valaha hallgatok ezt valaki, akinek négyszöges kéne, és a körre van otthon. Hát, ha találunk egy olyan hallgatót, aki vett egy kör alakút, igen. És elcserélni esetleg egy nem tud betenni máshova, mit a garázsban nem kell egy ilyen csaptelep, vagy mit egy gyerekszobába középre szép lenne. Igen, két gipstukó oroszlánnal, egy műmárvány ugrómajommal, és berakom esetleg a szoba közepére. Felfelé fordítva a kertbe ivókútnak. Egyébként komolyan elgondolkoztam rajta, hogy egy ilyen sima meghajlított, nem tudom, ilyen félú alakú csapot mi az Istenre tudsz használni? És hát nem beszélek azért arról, hogy Azért ilyenkor szörnyű ám a feleséged elé állni, és ilyen... Hogy balek tudod, ilyen, voltam. Tudod, ilyen... Amikor úgy van veled együtt, hogy közben hát. Kicsit tudod, úgy sajnál le, és úgy pislant rád kettőt, hogy úgy érzed, hogy... Ráadásul ott el besamponozott haja. Három hete. Jött az, hogy végre három hónap után hajat mosad, érted, besamponozott haját, meg se kérdezte, és nézett rám, kérdezte meg el a nappaliba, hogy akkor ugye kész van az új csaptelep. És hát azért ilyenkor a nők nem kegyesek, na, szóval azt kell mondjam, hogy ilyenkor úgy
Szóval úgy érzed, hogy nem vagy jó semmire. Na. Otthon volt az esetnél, vagy később jött? Nem, ez egy ilyen fél meglepetés lett volna, hogy mire hazajön, és addig azt mondom, bekötöm a szemét, felbukdácsolunk a lépcsőn, elesik négyszer ott a gyerekrácsba, de én berángattam a fürdőszobába, és azt mondom, hogy nézd meg, drágám, ilyen férjed van neked. És most bement, és egy rohadt nagy lyuk tátongott. A régi sincs már benne. A régi sincs már benne. Néha ilyen buzgárszerűen így feltör a meleg víz belőle, néhány hajszállal, meg nem tudom, ilyen műanyag kacsa fejjel, amit a gyerek leharapott, amit így összeszedett a lefolyó. Egy ilyen kellemes, jó illat terjeng, ugye, mert az ott most úgy nyitva van, és azért ott úgy visszajön há, minden. Persze, az évek alatt oda mindenbe. Mondtam, ilyen a te férjed, egy aranyember, nézd meg. Nézd meg, mit csinált. Nézd meg, mit csinált a te férjed. Úgyhogy jól állunk. És a gyerek most a kicsi az a szórakozó, hogy összes játékát oda tömködi bele. Tehát ez jó. Háborús helyzet van. Kifejezetten jó. Na mondjatok megoldást, okosok. Hm? Szerintem szóljatok a szemetesnek, hogy hozza vissza a lavort. Nem, már kiöntöttem a gyerek homokozóját, az ott a kerti műanyag homokozóját, és most abba fürdünk. Tehát abba ki van véve most nem. A homok. Beállítottam a fürdőszobába, és úgy, ahogy ti fürdöttök, mi is taposunk ott benne. Figyelj, szerintem csináljátok, ezt most még elég meleg van, hogy szépen tekerétek össze kint a napon a slagot, úgyhogy tele van a tömlő vízzel. Igen. Napközben átmelegszik, este pedig szépen fölviszed a slagnak a végét, és belenyomatjátok a meleg vizet. És az haját most gyorsan. Meg is van. Gyerekek, megvan a megoldás. Dedikálva megveszem a csaptelepet 160 ezer forintért, írja egy hallgató. Na, nagyon jó. Igen. Ajánljuk fel a jótékony célra. Igen. Boltos valószínűleg ezt mondta Bali. Itt ez a hülye gyerek a tévéből, adj neki valami szart. De rohadt drágán. Fogasnak nem jó? Jó az ötlet, fogasnak egyébként tök jó. Hát ahogy ír azért. Annyi, hogy kicsit bevered a fejed az előszobába, mert olyan hosszú, de egyébként fogasnak nem rossz. Felének otthon a húskampónak a kamrába. Arra se jó, hát ahhoz egy darabot. Két öregnek a műsorba sétabotnak. Ja, tényleg. Gyerekek, megvan a megoldás. Sétabotnak ott. Ezt kellett volna behoznom ma tényleg nektek, akit húztam. Na, hát az nem nagyon fér az 500 forintba. Csak mondjuk az nem fér az 500 forintba, de milyen szép ajándék lett volna. A végén egy ilyen gumiütközőt, tudod. Van egy megoldás kínáló emberünk itt valában. Halló! Hello, sziasztok! Hello, Zsolt! Figyelj csak, Balázs! Kellemes ünnepeket először is. Viszont megint boldog békés karácsony. Kellemes magömlést. Na. Igen? Helyzet? Hulladékfém díler vagy? Nem egész. Fogasboltban dolgozol? Így van, nem. Igazából most éppen zsírt pakolok egy partneremnél, kenőanyagot, de a lényeg az, hogy dolgoztam 6 évig szaniter üzletben, és mondod itt, hogy fölvettétek a... Jó. Közben itt beszélek a partnerem. Ja? Fölvettétek a vízes emberetekkel a csempéről a takarót. Na most a kör alakú volt eredetileg a csapodnak a szára, vagy az eredeti igen. Csapod henger alakú. Na most minden csapos kötés vagy félcolos, vagy hárnegyed, de inkább félcolos és kör alakú, mert ugye szögletes menet nincs. Ez ideig oké. Okay. Igen, de... Na igen, az új csapod szögletes, na most nem az a lényeg, mivel hogy nálad álló csaptelep van. Igen. És valószínűleg az eredetileg ez úgy lett beszerelve, hogy nem emelték meg a szintet, és rá lett burkolva, szint alatt van a csapnak a kötése. Így van, szint alatt van, nagyon jól látod, igen. Léteznek ilyen csaptoldók, most létezik krómba és létezik bronzba. Teflon szalag megfelelő hosszúságú csaptoldó, hogy felemelje a padlólap szintjeig ezt a bekötést, és gyakorlatilag utána rá köti magát ezt a négyszögletest, és biztos, hogy van hozzá takaró rózsa. És akkor el van takarva, és nem kell bontanod, nem kell bombázni. Egy ilyen bronz bekötő hosszúságtól függően 500-tól 1500-ig terjed. Igen. Aha, azért meglátom a képet, persze. Ahogy Balázsot kötögeti a bronzkötőt. Ez megvan, hogy ezt ellopom a bronzkábelt, adan indulunk, hogy mászok van. Majd, hogy a takaró lemez egy 10 centivel feljebb van, mint akár. Persze. Jani, inkább vegyél egy tortát. Nem, az a baj, hogy a takaró lemez is más alakú, és nem tudom berakni a csap és a kát közé, mert ovális az alakja, tehát hogy itt több bonyodalom is van. De jó, meghallgatom én ezt még adáson kívül. Jó? Jó, visszahívlak, okay. És akkor én minden megoldásnak örülök. Vigyázz az utakon, mert írja egy hallgató, hogy tükörjék mindenhol. Jó? Köszi, hívlak, ciao, hello. Hello. Hát ezért ez toldás-foldás nem. Aha. Én mindig szerettem a láthatlanabb diagnosztizálást. Jó, oké, drága hallgatók, írjátok meg nálatok, mi az, ami hónapok, évek óta ott hever? Szívetek nem volt kidobni,
de mikor megvetétek, akkor jöttetek rá, hogy na ez vagy nem fog kelleni, vagy fölösleges volt, vagy az asszony nem szereti, vagy kör alakú helyett ovális, vagy négyzet, vagy kocka. Írjátok meg nekünk. És azóta ott van. A leglúzerebb vásárlásokat keressük, jó? Amikor valami jött vettetek, amit tényleg nem dobtatok ki, de csak azért, hogy a saját lelkiismereteteket megnyugtassátok. Viszont semmire nem tudjátok használni, mert nem jó. Van egy kiváló minőségű forrasztó lámpám otthon, egyszer kapcsoltuk be. Azt hittem, hogy tudok forrasztani, de nem. Én ezekre az SMS-ekre gondolok, hogy ezzel hallgatokra. Amikor azt hittem, hogy tudok, amikor azt hittem, hogy tetszeni fog, amikor azt hittem, hogy majd sokat játszom vele, vagy sokat nézem, vagy sokat használom, azóta nem fogtam a kezembe. Egyik polcról a másikra rakom, egyik helyiség. Pakolom, másik. De miért vettél forrasztólámpát? Igen, mert gondoltam, hogy majd én majd ott elforrasztatok, hogyha esetleg valami érted, akkor nem fogom érőtöt össze tekergetni, csak így a drótokat, meg aztán le szigetel összealagozni, majd én összeforrasztom. És vettél egy forrasztólámpát? Ha, igen. Egyszer oda kapcsolva. De miért nem adod el? Te ez is jó kérdés, ugye? Ez embernek olyan, akkor nincs szíve. Még jó jöhet. Jó jöhet még valamire. Hát, ha még megtanulok. Nyilván, igen. Na jó, oké, várjuk az SMS-eket. Jó, a legértelmetlenebb vásárlásokkal kapcsolatban írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi volt, amit tényleg nem tudtatok visszavinni, évek óta ott porosodik, és vár arra, hogy valamikor használjátok, de nyilván nem fogjátok. 3:48 múlt pontosan 2 perccel. Békés ünnepeket kívánunk mindenkinek. Nagyon szép karácsony. Próbálunk, ugye? Kellemest. Megnézzük, hogy működik-e, hogy lehet-e 30-okban karácsonyozni. Figyeljetek, itt János, tényleg azt hiszem, hogy az őrület határán van, tehát girlandokkal feldíszítve a stúdió, érén szarvasos pulcsiban üldögélel, kint felvágva a bejgli. Most hozták szóval meg a zselés szaloncukrodat, amire egyébként annyira áhítoztál. Ott van az asztalon, sok a Gardennek az ügyvezető igazgató bejött, és egy doboz szaloncukorral lepett meg minket, és köztük volt természetesen a te kedved. A klasszik zselés, de drága, köszönjük szépen. Szóval, hogy megkit ünnepeket kívánom mindenkinek, így egy hallgató, hogy Ákosnak mondjátok meg, hogy nem ez jön össze-vissza karácsonykor, 30 fok kerülgetem, a hókot rógat, ő meg vicceskedik. Boldog karácsony, de ezt Attila küldte nekünk. Nagyon jó üzenetek jönnek egyébként ki, hogy próbál átszellemülni, kiben mit váltott ki a karácsonyi zene, a készülődés. Maga a kísérlet... A készülődés. Természetesen mondjuk ezeket a dolgokat. Ausztriában furcsán néznek rám, mikor a hegy előtt bontogatni kezdtem a hóláncot. Köszi nektek, bejött a főnökön, megkaptuk az évvégi prémiumot. Nagyon jó ez így. Ti nagyon betegek vagytok, ide egy hallgató. Van, aki ugye, valószínűleg hallott a tegnapi adást, vagy amikor kitaláltuk, mi ez a karácsonyi film? De amúgy jó pofa, szép napot nektek. Laci küldte nekünk. Azt a pont, va írja valaki. Hát, ez ilyen. Meglepődtél, mi? Ne, ez ilyen. Bizonyám. Havasi koncerten, aki volt, írja meg, hogy milyen volt gyerekek, az idén. Tényleg, írjátok meg, hogy milyen most volt Havasi koncerten. Nem tudtam megint elmenni, sajnos. Nem voltunk most Havasi koncerten, írjátok meg, igen. A népszavazáson végül is mi lett, mert én nem emléksz. Na hát olyan régen volt, hogy már igen, két hónappal ezelőtt volt már, a október 2-ára ki emlékszik. Hát most már december van, nem. Azt már el is felejtettük. Orvos látott már titeket, kérdezi egy hallgató. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit vett már meg fölöslegesen, amiről akkor azt gondolta, hogy jó, és aztán azóta egyébként ott hever a garázsban, vagy valamelyik polcon, valahol a fiókban eltemetve, konyhaszekrénybe berakva, mert a büdös életben nem tudjuk többet használni. Elmeséltem ugye, hogy jártam ezzel a fantasztikus csaptelep mizériával. És hát vannak hallgatóink, akik azért hasonló cipőben járnak, mindenkit elkap egyszer a vágy, hogy megvegyen valami olyat, amire azt gondolja, hogy az jó lesz majd még valamikor, vagy fogja használni, és aztán pillanatokon ő kiderül, hogy soha többet. Barkácsszakkör az egyik. Barkácsszakkör? Hát, hogy a barkácsoláshoz veszem, így biztos. Jani ugye a forrasztóval, a másik a konyha technológia, tehát ott lehet ilyeneket venni, amit soha az életben nem fogsz elővenni. Soha. A büdös életben, csak azt hiszed, soha. Akkor jó ötletnek tűnik. Igen, hogy akkor nagyon jó. Egy kádat vettem, és előlapját csak nem jó oldali. Persze nem cseréltél be másikra. 3 éve ott áll a pincében, boldog karácsonyt, így elhallgatom. A nejem pár éve vett egy porszívót, azt hitte, használni fogja. Vaxokkal, fixálókkal mindig megjárok. Látok egy újat, megveszem, de nem jó. Sajnos ezeket nem lehet kipróbálni, pedig jó lenne. Most is van 4-5 darab, amit soha nem használok majd el nyilván. Drága apusom tanácsára 2012-ben vettünk egy 4 mázsás vaskazánt. Hogy bekötjük, jó lesz az, ha az ukránok elzárják a gázt. Azóta is a 2,5 négyzetméteres kamra közepén van. Nem tudom megmozdítani. Amikor bevittük, még nem volt bent az ajtó. Zsolt küldte nekünk. Azonnal soha büdös életben nem jön ki többet. Az ott marad.
Nálam pár éve üldögél szobadíszként elektromos hegedű. Igazi rejtély, hogy miért hittem azt, hogy tudok majd rajta játszani. Egyszer megpróbáltam, a macskát azóta nem láttuk. Úgyhogy ugyanitt elektromos hegedű áldozat. Boldog karácsony nektek, Juli. Na, én pont ilyenekre gondoltam. Igen, elektromos hegedű. Megőrülsz, megveszed, húzol rajta egyet, rájössz, hogy nyilván antitalentum vagy, semmilyen hangot nem tudsz rajta kiadni, már mint ami ugye nem hamis, és nem nézel felé többet. De nincs lelkiismeretet kidobni, mert azért költöttél rá. Hát persze, nem keveset. Valamikor majd ráfűzöl. Igen. Meg a gyereknek jó lesz. Igen. Ah, hát ha hegedülni akar, hát akkor... Na, hát ezen nem újjon. Itt a hangszervágán. 16 éve állnak a pincében a radiátorokhoz megvásárolt levegőterelők. 10-12 darab, a férjemnek nem volt érkezése felszerelni. Azt a célt szolgálná, hogy a levegő ne a falra menjen, hanem a szoba közepe felé. Zsuzsa írta nekünk Diózsol, ő levegő terelőt vett. És oda teljes elmebetegség. Mondjuk szerintem téged picit átvertek ezzel, vagy van ez egy létező dolog? Vettünk egy kádba tehető pezsgőfürdőt, ami nagyon kellemesen pezseg, csak éppen a kompresszornak olyan hangja van, mintha a fejednél porszívódnának. Egyszer használtuk, azóta a garázsban van. Az ott kicsim, ma enged ki a forró vizet, beülünk egy kád forró vizet, olyat jacuzzizunk, és beraksz egy ilyen kompresszor. Csoda, hogy nem vág meg az áram, tudod? Zseniális. Jó, hát melyik az a magyar család, ahol nem állott valamilyen fantasztikus, hiper, szuper, egyébként egyfunkciós fitnessgép valahol az ágy alatt, a szekrényben, itt a kamrában, stb. Megvették, mert csak 5 percet kell vele tényleg. Igen, és olyan lesz a hasad, mint Girot Viszter, egy sportboltba megvettem. Gondoltam, majd csak kicsit erősítem a karomat, addig használtam, amíg kipróbáltam, soha többet. Ákos küldte nekünk. Oktoberfestre bajor jelmez, cirka 400 euró körül, a hasított bőrgatya fog, engedi a színét. A tradicionális cipő úgy törte a lábam, hogy hetekig bicegtem. Most Erzsébeten áll a szekrényben. Nagyon jó, és ez 400 euróért. És 400 euróért. Azért az. Azt hittem, jó lesz, az 1 kilós csivava kutyának vettünk ugatás gátló nyakkörvet. Nagyon mókás volt, mert mikor felraktam, az ölebb úgy megbillent, mint egy homlok rakodó. Azóta is polcon van a kütyű, 30 000 forintért. Mi gyerekmedencét akartunk venni gólyatáborba a gólyáknak, a dobozképű medence volt, megvettük 50%-kal olcsóban, akciós volt. Kivontásom után kiderült, hogy 3000 forintért medence takarót vettünk. Persze, az a medence is van, mármint a képen. Hát azt majd most idén karácsonyra megkapod a medencét, nyáron felfújjátok takarómával. Igen, az egyik haverom még jelezte, hogy hogy gondoltuk azt, hogy egy letakart medence képével reklámoznak egy gyerekmedencét, egyébként teljesen igaza van. A gólyák új feladata a vízhordás helyett a szappanozott fólián való csúszás lett a dombon. Átalakították. Aj, azt mondja, gyönyörű csipke magas sarkút vettem, de egyszer sem volt a lábamon, baromi kényelmetlen, viszont szép. Eladni eszembe se jut. Még lehet, hogy felveszem egyszer, Kriszta küldte nekünk. Szülinapomra kaptam egy szódakészítőgépet, miután tudták, hogy mindent mindig mentes vizet iszom. Szódakészítőgép nagyon jó. Egy kifejezetten emberek, aki csak mentes vizet iszik. Már a csomag bontásánál az arcomra fogyott a mosoly, 5 éve kitűnő ajtótámaszom van. Féláron átveszem. Tudnál valamit csinálni egy szódakészítőgéppel? Jó szódagép, persze. Ajándékba vettünk egy pára elszívót, amiről kiderült, hogy beépíthető. Persze nem ilyet szeretünk volna. Megtartottuk, majd veszünk hozzá egy házat. A ház idén meglett, ahol természetesen nem beépíthető elszívót néztünk ki magunknak. Itt kb. 3 év van egy eredeti csomagolással rendelkező pára elszívónk. Sokan vannak. Sokan járnak abban a cipőben, mint én a csapteleppel. Egyszer sokat fog érni. Karácsonyra magamnak vásárolt kenyér és kalácsütőgép a meghitt pillanatokért. Soha, de soha nem használtam. 2004 óta a pincébe hever. Merry Christmas. Ezzel itt sokan vannak. Ugye? Igen. A gyermekeim apja egy bicajt vett nem olcsón, első alkalommal borult egy marhanagyot, azóta az étkezőben áll a bicaj. Ennek több mint egy éve, lehet, hogy kettő. És az étkezőben áll a bringa. Há, hol tartsa? Nincs garázs, nincs szobafalon. Inkább neki támasztok, hogy használnak. Igen. Karácsonyra kisírtam magamnak egy felső marót. Életemben nem használtam ilyet. Ez is ott áll a garróban. Felső maró. Felső maró. Az mi a... Falamba tűz bele különböző dolgokat belemarni, hát az bármikor jól jön. Igen. Én 3 éve vettem egy hegesztő trafót, idén már vettem hozzá egy hegesztő pajzsot is akciósan, de még elektródám nincs, mert nagyon drága. Mondjuk hegesztenem se kell semmit, kellemes ünnepek. Hosszú évek alatt összerakja. Jó, helyes. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket. Jó volt ezt kicsit olvasni nekem azért, hogy van. Nem vagy egyedül. Nem vagyok egyedül. Évek múlva ott áll majd ez a gyönyörű csaptelep. Valahol. Nem kell valakinek. Neki támaszt egy ajtónak. Jó, csaptelep négyszöges.
Jó, egy nagyon jó minőségű német evezőpadot tudnánk még mellé adni, ami nálunk áll otthon egyébként a Sofniban, és amikor megvettem, akkor azt hittem, hogy nagyon jó lesz, mert tényleg nagyon jó minőség, csak aztán kiderült, hogy ülésmagasítóval tudom csak használni, ugyanis olyan hosszú karjai vannak, nem hogy olyan, mintha a fejmagasságból húznám lefelé. Tehát van egy konkrét bőrészszöge le. És akkor kis semlit alá kell tenni? Hát és azt csináltam, hogy aláraktam egy ilyen párnát, és akkor azzal, de úgy meg ugye nem annyira kellemes rajta csúszkálni föl le. Úgyhogy azt is egyszer használtuk. Az ott van. Nagyon jó minőség egy német. Nekünk szerintem 4 éve áll a Törökországban megvett ilyen alma ízű teapor, ha esetleg kell. Hát azt már nagyon ne add el. Rutinos nem Törökországban járok, én mikor először jársz Törökországban, meg van itt az alma ízű teapor, ez csak forró vizet öntesz, ott megkóstoltatják vele. És milyen Isten, azt hiszem, életet fogásra megveszel 6 kilót belőle, banános, tudod. Hazamész, és itthon már nem ül, tudod. Tehát itthon már nem ülkedik, tömbösítve ott van. Bármikor tudok nektek csinálni, ha jöttök egy nagyon finom banánízű teát. Nagyon jó egyébként. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Fihet, az alacsony magában arra tényleg jó, hogy megnéz, hogy milyen az, amikor 30 fokon ünnepelnek többen. Nem? Hát hányan vannak? Ausztrália, ugye? Nyugat-Amerika, Kalifornia rész, ott is meleg van. Igen, az már az. Ja. Még hát rengeteg helyen még, ugye? Hát gyakorlatilag a komplett déli félteken, mindenütt az van. És állítólag jó, nekem van egy ismerősöm, aki élt kint, azt hiszem Sydney mellett, valami kisvárosban, és azt mondta, hogy marha nagy hangulata volt, már egy negyedikre hiányzott neki a hó, meg a hideg, de hogy az első 3 kinti karácsonyuk, az például remek volt. Tehát fürdőgatyában mindenki kint a parton, vitték a kis kosarakat, piknikeztek, és tök jó, úsztál egyet az óceánba, orba vágtad a fehér cápát, visszamentél is kész. És karisztál. Hát bocsánat, Jézuska látott valaha havat? De nagy vagy. Hát szerintetek? Nem jutott eszembe, de szerintem nem. Egyébként jó kérdés, igen. Na, hogy csizunk? Ha hogy a fenében? Persze. Kicsit olvas közlekedést, hozom, jöve. Neked itt van, Jani? Nekem itt van. De nincs nagy semmi. De itt van, ja. A szatyorba. Már az asztal alatt. Már bekészítetted? Persze. Igen? Aha, itt is van. Nagyon akkurátusan csomagoltam, hogy beletekertem egy szalvétát. Elmentek a férfiak. Nagyon kis igényes. Én meg itt vagyok. Ketten maradtunk. Most nyugodtan beszéltünk jó, a végombáról. De semmi... Na, adjuk át, aztán közben mondom, itt még valakinek nem tiszta, hogy mi történik, hogy lehet kijutni Barcelonába, kérdezi egy hallgató, hogy mi ma a keddi játékos nagyon jó volt. Hát tényleg jó volt. Jó volt. De ez senkit ne zökkentsen ki, igazából. Figyeljetek, ezek pont arra jók, hogy oké, hétfő jó volt, keddi jó volt, szerdi, tök jó. Az a lényeg, hogy mindig az előzőt überelni kell. Hallottátok, hogy ők mit pakoltak bele? Szerintem egyébként ez egy tök jó dolog. Mert hallott, hogy ők mennyit tudtak, mennyit toltak bele, te ennél többet tudsz. És el is kell vállalni. Be kell vállalni azt, hogy vagány vagy, kemény vagy, laza vagy, kicsit őrült vagy, sőt nem kicsit őrült vagy, nagyon őrült vagy, és meg kell próbálni lenyomni az előzőeket, hogy ott legyél. Mindig arra kell gondolni, hogy nincs olyan, hogy ciki vagy kellemetlen, nem. Te ott leszel a stadionban, a Nukemben, és te fogsz ott szurkolni a kedvenc csapatodnak. Mindenki más, aki pedig abban a pillanatban esetleg, mondjuk valahol egy téren, egy utcán, bárhol. Neki lesz egy a ciki, hogy nem csinálta meg. Hülyének nézték el. Ő otthon fog szépen ülni, és a tévéből fogja azt nézni, amit te ott élőben átélhetsz. Bizony. 70 000 ember társaságában. Bizony. Úgyhogy tessék jelentkezni, nem sokára jön majd a beugró kérdés. Na, srácok, ne szórakozzatok már, reggel óta folyamatosan csörög a telefonom, gumisként dolgozom, hogy mindenki fel akarja rakadni a tényleg. Nincs már ilyen. Tehát el tudom képzelni, hogy ez akár komoly. És akár tök jó, mert nem lesz tömeg majd novemberben. Novemberben mindig arra panaszkodunk, nincs hely a gumisnál. Na, ki kezdi az alcsi átadást? Tá-dá-dá-dá! Laci kezdi? Nem jött? Lacival mi van tényleg? Na most Laci magát húzta, ja, Laci, egyébként, Laci, és mondta, hogy magát húzta. Én mondtam neki, hogy akkor cserélek vele, hogy akkor legyen egy ilyen, és mondta, hogy nem kell, ő szívesen vesz magának a játékot. Tökéletes, ezt gondoltam, hogy kiúzom magamat, egyáltalán nem szólok senkinek. Otthon marad, hallgatja majd, hogy mi mikor adjuk át az ajándékot, és akkor ő majd éppen boldoggá teszi magát otthon. 100 év. Igen. Na, kezdi valaki? Na?
Áki, kezd el, kit húztál? Gyere! Gyere már, mert aztán neked híreket, híreket kell mondani. Én a Juliskát húztam. Juliska! Juliskának nem, Juliskának könnyű. Boldog karácsonyt kívánok. De beteg ez a csinyst. Nagyon durva ez az egész, igen. Ákos, te még nem szellemültél át, én azt hiszem, nem kaptad el. A csomagolásért, mert nem találtam sehol. Nagyon szép. Úgyhogy egy virágboltban lejmoltam ezt a kis... Ja, de kérted? Kértem. De jó vagy. Ne remegjen a kezed, Juli. Juliska bontja az ajándékot. Nem jó, hogy decemberre bontogatni, mert tök jó ajándékot kapni. Én már izgatott vagyok, hogy mit kapott. Tépcét nyugodtan, Juli, nem kell udvariaskodni. Persze, úgyis szarul néz ki. Nem kell játszani, jaj, jó lesz még valamire. De szép! Mi az? Van rajta kis üzenet is, azt légy olyan. De várjátok, mondjátok el, hogy mi az? Ez egy rózsaszínű bicikli csengő, egy gyönyörű. Ó, de helyes. Kedves Juli és Miró, legyen ez a csengő egy jel, amit csak ti ismertek. Egy perc nyugalom, vagy pezsgés, csönd, vagy zene, néhány lopott pillanat. Úristen, mindjárt elhányom magam, ez undorító. Ez nem te vagy, Ákos. Aha. Na, elmondom a sztorit akkor, hogy ez mi. Ezt azt találtam ki, hogy ez egy olyan csengő, aminek ti adtok valami jelentést, ez lehet akár minden nap más, vagy nem tudom micsoda, hogyha ezt az egyikötök megcsengeti, akkor a másik rögtön tudja, hogy mit szeretne. Ez lehet épp. Hát nyilván Juli, beszélgessetek, jó? 10-ből 9 esetben nyilván bujálkodás lesz a vége, de hogy egyébként bármi más. De aranyos, hogyha mióta vagy te műsor része, hogy ilyen ajándékot veszel? Hát nem tudod, hogy milyen szellemen ajándékozunk. Hát nem ismersz minket eléggé, hogy itt valódi örömet akarsz okozni. Honnan volt ez az idézet? Egy órávecnórából? Mire gondolsz, hogy Miró megcsengeti majd a nyelvét, eldugja a jobbra? Juli lerakja a serpenyőt, megreggeliszteti a gyerekeket, és elvonulnak a gardróbba? Nem tudom, ez egy érdekes kísérlet, aztán lehet, hogy beválik. Hova de fogod szerelni, vagy? Juli? Ákos, egy romantikus fiú gyerekek. Hova szereled, a konyhába vagy a hálóba? Nem tudom, azt szerintem a Miró felhúzni. A Miró fogja húzni. Ja, igen. Akkor kell a csengő. Jó, viszont hosszú. Gyerekek, csak mondom, hogyha nem működik, akkor valaki küldje majd egy bringát, mert akkor viszont lesz értelme. Tehát van evezőpad, van csaptelep, cserébe viszont küldjetek egy bringát, jó? Oké. Jó, létrejössz. Ez jó fej volt. Na, ő ilyen srác. Hát? Abszolút. Akkor én jövök? Ő ilyen romantikus. Csoda, hogy van gyereke. Ákos egy érző szívű, nem is való igazából közül. Valódi érzései vannak és mély érzései. Én nekem ma reggel autóban esett le a tantusz, hogy mi ma ajándékozunk. Ezzel én is így vagyok, ezért tudtam nagyon frappánsan megoldani az enyémet. Szerencsére találtál egy banánt az ülés alatt. Igen. Úgyhogy Jani. De jó! Aki kedveskedik, kizárom az ajándékozásból. Tehát aki Ákos után még tovább kedveskedik, bonts ki, Jani. Egy ezüst kis csillámporos, ilyen csillámló zacskóban van. Egy... Istenem! Mindjárt János még nem emeli ki, úgyhogy nem tudom mondani. Azt mondja, hogy ez meg... gyógyszertartó! Annyira kedves vagy. Kaptam a Julitól egy nagyon jó kis, azt mondja, hogy 2, 4, 6, 7, igen, 7 napra elosztva. Azt hittem, hogy legalább egyik nap nem kell majd magam kemikáliákkal mérgezni. Az a lényeg az egésznek, hogy ugye B oldalon vagyunk már elő, teljesen Ferivel. Szívgyógyszer. És nagyon jó, és még ilyen kis akasztó is van rajta, a nyakamba akasztatom, és vihetem majd magammal. Hát ugye a kulcstartodra kell. Mondd csak, mert meg kell tanulnom normálisan angolul, hogy tudjam, hogy mikor melyiket. De majd, hogy ne felejtsem el, egyszerre 3-at veszek be. Köszönöm szépen. Ez az egyik. Azt mondja, hogy mi az? Egy fekete zokni! 43-46-os 44-es lábamra. Ez egy picit elcsúszott, de 100% pamut, hát azt le fogja dobni a lábad. Hát neked műszálhoz van szokva, azt nem fogja érteni a lábad. 100% nylon. Nem 100%, de ez is előrelépés, 92% pamut. Azt nem fogja érteni a lábad, tehát meg fog fulladni ettől a sok levegőtől, amit kap. Csinálok vele egy pólót, kivágom két oldal. Ezt a lábad nem fogja érteni. És csipeszek. Erre viszont igazán szükségünk volt, és nagyon praktikus egy háztartásban. De jó, és nagyon örül. Szépen köszönöm. Ruha csipesz. És ennek tényleg örül. És ráadásul, hogy látom, román. 600 forintot költöttem. De jó, román csipesz. Nem lehet. Hát 600, nem 500. Hát basszus, törjél le belőle négy csipesz. De várjál, még van benne egy apróság. Tényleg? Aha. Még ez, még mind vele fért 500 forint már? 600. És egy tűkészlet. Na, ennek viszont most igazán örülök. Fú! Hát itt valódi örömokozás megy, én nem szeretem az ilyen... Persze, hát milyen lenne. Ez jó lesz. Szerintem nagyon jó. Fogod tudni használni. Feri, valamit elcsérlem az ő ajándékát, a 46-os zokni. Jó, bármi az enyém, adom. Boldog karácsony!
Köszönjük szépen, köszönjük szépen, Júli, kit hoztál? Tényleg akkor azt mondja, hogy hát én a Vikit húztam. Ó, Viktória! Sok jóra, ne számíts! A szatyor nem azért nagy, behoztam a vízeket. A szatyrot visszakéri, úgyhogy erre figyelj. Valami olyat szerettem volna Vikinek, ami tényleg ilyen szívhez szóló, meg ilyesmi. Én tudom, hogy ő nagyon igényes, ugye a férje urával együtt, és hogy akármit, akármiből nem fogyaszt, és arra gondoltam, hogy beszerzek neki valami olyasmit, ami tényleg csak neki lesz. És 100%-ig biztos vagyok benne, hogy örülni fog, mert ez annyira ő, és mindig felnéztem rátok azért, hogy ennyire tudjátok hype-olni ezt a márkát. Tessék. Na. Mi az? Néznek. Úristen, egy félig becsomagolt, ilyen félig kinyitva. Egy izébe csomagoltad. Egy ilyen rózsás csomagolópapírba. Egy félig kinyitva. Mi az? Egy bögre? Egy zöld színű bögre. Zöld színű bögre. Márkás. Egy kávézó lánc bögréje. Rosszul van felírva, fordítva az R betű. Úristen. Egy bögre, nem. Egy kávézó láncnak a bögréje. Igen. Rosszul felírva. Ezt te rajzoltad föl rá? Igen, picit melós volt. János egy sima zöld bögrére felrajzolt annak a kávézónak a logóját is. Az alján mi van? És a képed, illetve... Hungary 2016, nagyon jó vagy! Atya úristen. Jó, hát nagyon-nagyon köszönjük, nagyon drága vagy. Nem költöttél ránk sokat, ez külön tetszik egyébként. És tőled kapok? Egy más húztál? Nem, ne reménykedj. Na? Már kaptál. Ja, tényleg kaptam. Anna! Anna! Igen, és ami benne van a rossz. Tudni fogod, na, Anna kapott egy szatyrot, egyébként egy karácsonyos zacskó, honnan tehát nagyon, nem tudom, honnan szedték, tessék. De jó Isten! Kedves Anna, tavaly te húztál engem, most pedig én téged. Remélem, hogy még sok-sok reggeli teát és kávét fogyasztunk el együtt, úgyhogy ezzel majd megjelölheted, hogy melyik kié, nehogy Zsüliké véletlenül más dupla koffein adagját idd meg, mert tudod, milyen nehéz vele, amikor túlpörög. És arra is gondoltam, hogy a későbbiekben valószínűleg ugyanúgy rád, meg Janira hárul majd a csészék mosogatása, ezért nem csak emlékezetes, de remélem hasznos is lesz, amit a novemberi Jézuska hozott neked, millió puszi, ölelés, és nagyon boldog karácsony, úgy is tudod ki. Köszi, Vikis! De nézd meg, ki van égezve? Nézd oda! Égezve körbe a papír! Ó, ne már! Ó! Fú, de csinja hányok! Egy mosogató kefe! Nem bírom az ilyen gicset. Egy mosogató kefe! Egy lány! Én azt hittem, egy vécé törlő. Ez nagyon jó. Ez úristen, Viki. Anna sokat mosogató kapott egy lányarcú mosogató kefét. Ez zseniális. Mi az? Pohárjelölő. Pohárjelölő, hogy tud, jelölő, hogy nehogy ja, a Zsülike. Hát persze, nézd oda, Jani. Csecse. És mosogatósz. Köszönöm szépen. Válasszunk hát szint magunk meg. Vagy? Igen, már hát majd persze. Ez gyönyörű. Nagyon tetszik. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Én Ákost húztam. Itt valaki tényleg örömet akart okozni a másiknak, nem szeretem. Ezt nem tetszik ez a vonal. Puszi is! Ákos Boski, mit kaptál? Nagyon helyes kis karácsony az acskóban. Egy olyan mi az? Csokoládé prémium kvalitív. Ez volt otthon a spejzban. Lejárt. Nézzük meg a dátumot. Lejárt. És akkor mi van? Szeretettel jó adja. Na, az viszont jó fejség, ha lejárt. Szeretettel adom. Hát kellemes ügyen. Az jó fejség, ha lejárt. De jó. És egy arckrém. Na, de az is hideg van. Az nem járt le, de hát ebbe a zimankóba milyen idő van ma is. Bekeni a kis bőrét, áki azt nem a kis lejárt. Cínom. 2014-ben járt. Az jó fejség. Az viszont jó fejség. Az viszont jó fejség. Rákoskám. Te nagy gurmé vagy, tudom. Na, és most következnek megállt a azok. Kör. Igen, megállt a kör, akkor folytatom én. Jó. Na, én Zsült húztam, úgyhogy találtam én is egy ilyet a Spejzban. szerintem ez 2 vagy 3 éves, ez egy ilyen kis olasz sütemény, ami hát szerintem egy ideje már ott van a Spejzban, sok szeretettel. De ez soha nem romlik meg. És azt gondolom, hogy a kreatívan elkölthető ajándék a legjobb ajándék. Úgyhogy sok szeretettel ezt nézd meg, mert én ezt tudtam kitalálni. Amit az ember a kreativitását tudja használni. Jaj! Jaj! Szerintem az a legjobb ajándék, amikor az ember magára tudja fordítani, becsomagoltam egy borítékból 500 forintot a Zsülnek.
és adok hozzá egy 2012-ben lejárt ilyen Pannatone nevezetű remekbe szabott zsütemény. Zsűr, amit szeretnél, amit kívánsz magadnak, amit kinéztél, vedd meg. Jó? Jó, de ésszel. De aztán nem ám túl költekezni. Jó. Nem ám túl költekezni. Zsűr, te engem húztál. De tavaly is. Igen. Tavaly megkaptam a fél állatkertet, a parasztudvart, ugye? Ha most zócsemegét hoztál, akkor megverlek. Persze, persze. Nagyon jó, akkor viszont tudom, hogy engem kihúzott. A jó, Zsül, add át a gyorsan. Add át a Ferinek. Jó, örülsz az ajcsinak, Zsül? Igen. Jó, 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 majd mondd meg, mit vettél belőle. Jó? Érdekel, hogy mire költötted. Én vettem neked, mert hogy Velencén tartoz... Majd én megnézem, te ne akard elmagyarázni. Felvezetél, végre beszél. Végre beszél. Na mondd, mit vettél? Szóval, hogy hozzájárulok a velencei estéidhez. Mit kaptál? Mit csoda, sosem. Ez egy boros üveg, egy üres üveg. Hát csodálatos, egy üres üveg. De rendes vagy, Zsűr, a minden segít neki. Mert tudja, hogy nálam van mit beleönteni, tudod? De a mintára hívnám fel majd a figyelmet, külön egy ilyen ragasztott műszőlő levél van rajta, de gyönyörű. De egy ilyen vékony nyakú, igaz, egy kis boros üveg. Az. Ugye, Feri? Ez lehet... itt mi? Ez nem ott felakasztott. Ja. Nem vágta le, nem tudtam mi. Igen. Semmi, hát és mi? Vettem belevalót is. Igazából. És egy üvegrozé. Hogy gyerekek, az 500 forint alatt vagyunk, csak mondom, hogy azért az üveg és a bor kettő együtt. Még vettünk egy üveget és egy bort, és még mindig elkölthetett volna 400 forint. És most ráadásul még hozzájött 500. És kapott tőlem 500 forintot. De drága vagy. Hú, gyerekek. Na! Na, ide velem, mit kapok? Én ugyanaz vagyok, aki te, tehát hogy reggel Szeretném mondani, igen? Hogy ezt vettem, a magát a csomagolást, ezt kérem vissza, mert 360 forint volt a... Jó? Tehát, a legnagyobb öröm nekem visszaadni a csomagolást, mert nem kell elrakni. Jó, tehát azt vedd ki, és utána majd még az ajándékot is visszakérem, tehát, de tényleg kérem vissza. A csomagolást már is visszaadtam. Csomagolás visszaadtam. 360 forint. Na most várjál. Egy doboz étcsokolád. Ez. Olyan vagyok, mint a gyerek, mire? Aki PlayStation-t vár, és pulóvert kap, tudod, így belenéztem, és így... Igen. Oh. De ezt tudod mire? Tudom mire. A marha pörköltre. Légy szíves, igen? Mert ez a csokoládé, ez pontosan 1000 forintba kerül. És Feri levágta egy késsel a felét. Hát. Van egy fél doboz étcsokoládém. Köszönöm szépen. Figyelj, 83. Ez igazán kedves. Figyelj, 85%-os kakaótartalmú, egy 1000-es volt tök a tábla. Csak nem, 500 forint, az 500 forint. Venni, és kértem vissza, így van a csomagolás, viszont mert ez 360 forint. Azt mondom, hogy 2017-ig jó, tehát legalább ő jót vett. Nem úgy, mint én a Zsülnek, vagy mint Anna Ákosnak, tehát, hogy, mert hogy mi lejárt szavatosságot adtunk. Nagyon rendes, egy fél tábla csokoládé. Hogy nézem, most legalább 5-80. Egy kicsit ferdén vágtam, mégiscsak karácsony van. Zsül, add már vissza az 5 kilomat, adok egy fél tábla csokit. Jó, gyerekek, azért itt látom, egy-két ajándék szívből jött, ezt így kell csinálni. Tehát itt van, aki tényleg ajándékozott, és van, aki a mi mentalitásunkhoz képest ajándékozott. De jó, hát ez... Tiszta zokni a fiókon van, Feri. Jó, köszönöm, van 46-os, jó lesz. Úgyse veszel főpamut zoknit, mert nem érted. Tehát te arra nem vagy felkészülve. Hát a lábam kiütéses lesz tőlem. Csak a műszálat bírja. Na jó, van. Oké, óvatosan menjetek az utakon, jó, mert hogy csúszósak az utak, és mindenkit hazavárnak. Jó, kellemes ünnepeket mindenkinek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, egy nagyon helyes hírrel készültünk, talán sokan jártak már hasonló cipőben, mert az ominózus nagy kölcsönkérésekről szeretnénk egy kicsit beszélni, de nem feltétlen anyagiak formájában. Nem arról lesz szó, hogy kölcsönkért a rokon, vagy kölcsönkértél te is nem adtad meg, hanem amikor kölcsönkértél valamit, és abba kárt tettél, és nem tudtad, hogy hogyan vissza. Ugyanis a napokban történt, hogy lenyúlt a rokon autóját, összetörte, majd elszaladt az alai tini. A történet egyébként elképesztő. A fiúhoz és családjához rokon látogatásra érkezett az unokatestvére, aki a hajnalórákban elaludt. A fiatalember csak ezt várta, a rokon zsebéből, aki érkezett családlátogatásra, kihalászta a sluszkulcsot, bepattant az autójába, és neki indult az éjszakának. Nem lehet tudni, hogy egyébként hova ment. Egy lasztonyai tiniről van szó, ugyanis összetörte abban a pillanatban az elemelt autót, amit aztán ott hagyott, elmenekült, majd visszarohant a tett színhelyére. Furcsa esemény láncolatok, nem? Ellopod, összetöröd, elmenekülsz, visszarohansz. És néhány kilométerrel arrébb már ő lesodródott az útról, neki ment egy szalagkorlátnak. Később a tulaj felkelt, észrevette, hogy az autója nem parkol a ház előtt, be is jelentette, de feleslegesen, mert az összetört kocsira maga talált rá, egy lasztonya és báza keretje közötti mellékúton. A történet ezért is érdekes, tehát, hogy ő elindul gyalog.
ő elindult akkor gyalog megkeresni az autót. Ez nem egy jelenet a mikroszkoszibban, valamelyik előtt is elég. Lasztonya és Báza keretje. A Defekt Duo új jelenete, Lasztonya és Báza keretje. Annyira Selmeci Tiboros. Igen. Igen, Lasztonya és Báza keretje. Köszi mellékúton. Mire a zsaruk kiértek? A tettes is visszarohant a helyszíre, kiderült, még jogosítványa sem volt. Oh. A tini tolvajt előállították és kihallgatták. Hát akkor ez ugye nem klasszik kölcsönkérés, hanem ez egy lopás, tehát úgy kezdődött a dolog. Igen, hát ez egy kölcsönvevés. Kocsit azt én is amortizáltam le, a faterét, az 1-2-es ladát, az öreg ugye autóval jár dolgozni, járta a megyét, és hát mindig korán feküdt, mert ő állattelepekre járt ki, oda meg ugye hajnalban kell menni, korán feküdt, és akkor mi elhatároztunk, hogy elmegyünk Gyulára diszkóba. Ó, a Gyulája, a híres, mi volt a DJ neve, tudod még? Nem, 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 mert hogy ugye új kígyósi. Kalász vagy. De az a kígyósi. Ja, kígyósi, a kalász. Toklász. Ezt nem tudom, ezt nem tudom feldolgozni. Toklász volt a diszkó. A Toklász diszkó, és akkor eldöntöttük, hogy világot fogunk látni, már egy hete szerveződés, és mondtam, hogy péntek este hazajön a fater, ő eldől, ugye, mert még szombaton is van dolga, korán fekszik, én kitolom a ladát, nem indított be, mert annak ugye van hangja. Tehát kitolom a ladát, és akkor összeszedlek benneteket, irány Gyula, és akkor összeszedtem a srácokat, és van egy 90 fokos balos kancsó. És a kulcs benne volt? Vagy a, tehát nem, azt el kellett venni. El kellett venni a briefkóba. Konyhafiókban tartott. Nem egy őrszió, mondta apád nyakába. Igen, igen. Egy cápa fog és egy tigris fog mellett. Egy ártány fog mellett. Igen, tomahawkkal kellett levágni. Hátán ugye közben fogta két kézzel a kulcsot, és a 90 fokos jobb kanyarba úgy mentem bele, mert ezt én tudtam, hogy vissza kell váltani, és azzal lassítod az autót. Ezt négyből egybe sikerült. Nem nagyon akarta bevenni, de végül is sikerült. Ráengedtem a kuplungot, és azonnal szétszakított a kuplungot, ott a váltó lett valami akármicsoda, és hát ott ugye álltunk az autóval, mi is gyalog visszasúnyogtunk, még talán vissza is feküdtünk aludni, és az volt a fedés sztori, hogy el akarták lopni a kocsit. De hát ezt kb. 5 percig tudtam apámnál mondani. De hogy... azt mondtad, hogy ellopták? Tehát igen, hogy, te... hát, hogy nem én voltam, én itthon aludtam fater, hogy próbáltam egy ilyen 3 percig, de az öreg így rám nézett azokkal a szemeivel, és akkor mondtam, hogy bocs. Mi voltunk. Igen, az baromi kellemetlen, amikor úgy kérsz kölcsön valamit, hogy utána nem tudod visszaadni. Az. Nekem is volt egy általános iskolai osztálytársam, aki kölcsön adott egy gitárt nekem. És nem tudom, milyen okból kifolyólag, én bevittem az aciba. Aha. Igen, ezt viszont, hogy nézd meg magyarázni. De megmutatni. Eladtad de a mai nap... Felbecsültetni. De várjál, várjál. A történetből az a szép, hogy én nem tudom ezt miért csináltam. Bevittem az aciba, és kaptam akkor... Kellett a kaptam akkor érte, mint a x-ezer forintot. De annyira lelkiismeret furdalások volt. De miért? Hogy soha büdös életben nem mertem elkölteni azt a pénzt. És tudom, hogy beraktam egy ilyen kis bőrtáskába, és ami nagyon nagy összeget kaptam akkor érte, és soha nem mertem hozzájönni, mert tudtam, hogy nem cselekedtem. De mai napig nem tudom, hogy miért vittem be az aciba. Egy kölcsönkért gitárt mi vettem? De és kiváltottad az aciból? Igen, tehát igen, nem tudtam azt a gitárt kiváltani. Meg valószínűleg többért kellett volna kiváltani, mint amit kaptál. Ezért azt csináltam, hogy elvittem egy másik gitárt. Tehát beraktam ugyanabba a tokba, mert ugye én tok nélkül vittem be az aciba, és kiváltottam, mert ők egy idő után már nagyon visszakérte azt a gitárt. És kiváltottam az aciba, illetve elvittem neki egy másik gitárt. Maradjál már! De ez. És odavitted neki is. Oda vittem neki egy másik gitárt, de. Amit nagyjából ugyanazért az összegért tudtam megvenni, tehát én nem kerestem de rajta. De nem ugyanolyan gitár volt. Ne, de egy dobgitár, csak aha. Nem ugyanaz. Balázs, de nem ugyanaz. Ez egy elektromos volt. Ez enyém egy, igen, egy Stratocaster volt, egy Fender, ez meg egy nem tudom, egy Ibanez dobgitár, persze. És nem is tudom, hogy úsztam meg a dolgot. Köszönöm, még egyszer! És ezt láttam, hogy nem, beraktam neki egy, emlékszem, még egy ilyen piros műbőrtok volt, de hogy az egész történet annyira nyomaszt, hogy a mai napig baromi eleven él bennem. A pénzből semmit nem költöttem, mert beraktam egy hasonló gitárt egy piros műbőrtokba, és én odaadtam neki. És napokig, mint tényleg a bűn és bűnhődésben raszkolnyik, mikor várod, hogy rátörik az ajtót. Örlődtem azon, hogy mi lesz, ha felfedezi, hogy nem ugyanaz a gitár. És képzeljétek el, hogy valami isteni szerencse folytán soha a büdös életben ő többet nem állt oda elém, lehet, hogy, ő nem azt a gitárt kapta vissza, amit egyébként nekem adott. Hát, hogy nem vette észre. Igen, hogy hány évig volt bent az aciban, mert azért egy nagyon sokáig volt nálam a gitár, de közben már nem volt nálam, hanem bent volt az aciba. A pénz nálam volt,
és aztán egy hasonlót kapott vissza, nagyon rosszul jöttem ki a dologból, meg kicsit belebetebettem, keresni nem kerestem rajta semmit, máig nem értem, hogy miért csináltam, és nem jött oda, és mondta azt, hogy figyelj Balázs, Sebi, akkor még az ott becsen, ez nem az a gitár. Figyelj, csak van nálad egy erősítő, meg egy hangfala. Hát, ami nálam lenne, azt már keresd. Azt már keresd az aciban. Nem jött oda, és nem panaszkodom. Nem, kézed, hogy soha nem derült ki, vagy nem vette észre, vagy igazából nem volt neki fontos, hogy az ő, nem az ő gitárja volt, de nem derült ki. Vagy nem szólt nekem, hogy Balázs, ez nem az én gitárom. És a kismadár is Peti, amit eladtál nekem a múltkor. Az a nagyon keveset mozog. Jó, de az egy vak kisfiú volt. És visszaragasztottam a fejét, úgyhogy hát, tudod, hogy abból nem volt. De olyan nem volt, hogy elmentetek egymás mellett a folyosón, és láttál valamit a szemében? Hogy rád nézett, és ilyen fura volt a pillantása, vagy ilyesmi, hogy ő tudja, hogy... Hogy ez nem az a gitár. Nem az, valahol legmélyen sejti, hogy nem ugye. És máig egyébként rejti, hogy vagy nem vett észre, vagy nem tudta, vagy nem az ő gitárja volt, de miért nem lett ebből balhé, hogy nem azt a gitárt kapta vissza? Nézd meg, semmi baja nincsen a gitárodnak. Én a piros műbörtokban így, ahogy van, így odaadtam neki. De és vártam a leleplezést. Az ő műbörtokja volt? Az ő műbörtokja volt, mert én a tokot azt megtartottam, azt nem vittem be az hát, de nem lehet, hogy Ferinek van igaza, hogy soha többet nem nyitott neki. Megnyugodott, nem. És azóta ott van az a gitár. Egy nagyon híres dobos lett belőle. Figyelj, mai napig nem tudom, hogy miért csináltam egyébként. Szóval, hogy soha senkit nem vágtam át pénzzel, meg nem húztam, nem tudom. Akkor fényt kaptam. Nyilván átás is kell, adtak értem 1000 forintot, vagy 800-at, vagy 2000-et, és azt gondoltam... Biztos láttad, hogy apád az acu után mindig nagyon vidám. De rohadjál meg! Apám az acu után mindig annyira be volt karma, mondom, mi történik az aciba, kipróbálom. Én gyorsan kölcsönkértem egy gitár. Több fehér folt lett a szoba falán, mert mindent eladott. De nem azt írja, hogy ő is csak kölcsönkérte a gitár, mert ő is bevitte az aciba a másikat. Tényleg. Tehát ez egy ilyen lánc volt tulajdonképpen. Meglátta a gitárt, és infarktus kapott, azért nem keresett. Nem, mert utána még egy pár évig együtt jártunk, és soha nem lett belőle balhé. Mondom, én fél évig összerezzentem, amikor megláttam őt vagy a szüleit, hogy most jönnek oda hozzám, és tényleg elkapnak, és egyszerűen börtönbe kerülök, és soha nem lett belőle semmi. Hol a gitárunk, Balázs? Hol a gitár? Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, nagy kölcsönkérések, nem anyagiak formájában, ütvefúró, hilti, lombfúvó, fregoli, bármi, amit kölcsönkértetek, kárt tettetek benne, valljatok, majd úgy adjátok vissza, hogy nem szóltatok, vártátok a lebukást, bevallottátok, felhívtátok, kicseréltétek, nem azt adtátok vissza, vannak lehetőségek, nem? Vannak bőven. Amit kölcsönkértünk, de nem úgy adtuk vissza, jó? Úgyhogy írjátok meg nekünk, mi történt. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Na mi van, ki vagy az acisztorimon? Kicsit hát lát... azért vagyok ki, mert van nálad egyébként nem olcsó erősítő fej és egy hangfal. Így van. De kivételesen tudom egy oranzs erősítő és egy Marshall hangfal, tehát így engem van. Te nem cseszel át, kisfiú. Érdekes, baromi régen nem láttam már. Mikor lemegyek oda az alsó alaksori színbe, a pincerészbe, a kazamatákhoz. Ami beázott. Igen, ugye? Ráadásul egy mihal után most elázott. Nem láttam. A pinceablakot arról nyitjátok, megszukjátok. Valamire jó. Igen, írt egy hallgatom még az előző zacis sztorihoz kapcsolódva, hogy én bujkáltam ugye előle, mert féltem, hogy kiderül, hogy ugye nem azt a gitárt adtam vissza, ő viszont azt hitte, hogy egy jobb gitárt kapott vissza, ezért bujkált előlem, és még évekig kerülgettük egymást, és bujkáltunk egymás elől a folyosón. Óriási. Ő lehet, hogy azóta nem is játszott azon a gitáron, mert nem mert játszani rajta, nehogy valami baj legyen, mert egyszer visszakéred. A gyerek, aki szegényként nőtt fel, és szerintem mi mindhárman egyébként nagyon nagy szegénységben nőttünk fel, ugye? Hát, hogy meg volt minden, de azért nem voltunk gazdagok. Az egyszerűen minden nap elment az acél előtt, és kicsit kacérkodott a gondolat, hogy egyszer ne jó lennénk, de bemenni valamivel, majd kisétálni egy csomó pénzzel, nem? És hát nem egy kölcsöngitárral kell ezt megcsinálni. Amit aztán nem mersz elkölteni, nem mersz elkölteni, tényleg, egy bűn és bűnhődés ez a történet, hogy szegény öreg néni, ugye, mit csinált vele Raskolnikó, aztán mennyi ideig bűnhődött ő végül. És tulajdonképpen... Van még a pénz? Lehet, hogy otthon van anyjában. Nagyjából ugyanazért az összegért vettem meg egy másikat, tehát, hogy mondom, nagyon nem kerestem rajta, meg nem is került többbe. Akkor sem mertél hozzá nyúlni, amikor már vetted a másikat, inkább saját zsebből. Nem, megkifizettem azt, megvettem, és mondtam, lesz, ami lesz, igen. Na, ugye nagy kölcsönkérésekről beszélgetünk, amikor valamit kölcsönkértetek, és nem úgy adtátok vissza. De inkább olyan SMS-ek jönnek, és ez sem baj, amikor ti kölcsön adtatok valamit, és aztán nem úgy kaptátok vissza. Úgyhogy... Ezek is jók egyébként. Nálunk a szomszéd elkérte a láncfűrészt, keverék helyett sima benzint ötött bele. Oh. Pedig az órára kötöttem, hogy nehogy azt. Mikor tönkre ment, visszaadta, hogy köszöni, de sajnos már rossz volt, mikor én adtam oda, és nem tudta használni. Azt itt elfelejtettem, hogy vasárnap reggel 6-kor a saját fűrészem hangjára ébredtem. Mekkora bukta.
Azt mondja, hogy az egyéves Ford Mondeumot kérte kölcsön a haverom, mert Lagzio mentek Burzsujékhoz, visszahoztam, másnap reggel indítottam volna a kocsit, de semmi nem történt. Hívtam a szerelőt, és kiderült, hogy hiányzik az olajteknő az autó aljáról, és a motor teljesen meghalt. A szomszéd kérdezett rá pár nappal később, hogy miért trélerrel jött haza a kocsi. A haver trélerrel hozta vissza, és tette le a lakótelep parkolójában, úgyhogy nem szólt. Nagyon jó. A végén nagy viták után megvetettem vele az autót, olyan áron, mint a hibátlan lett volna, én megvettem egy másikat. Az milyen, hogy trélerrel hozod vissza, lerakod, és nem szólsz. Azért oda kellett koppantani valahova az aljárt, hogy, nagyon hogy az olajteknő eltűnjön. Igen. Én egy gitárerősítőt kaptam kölcsön koncertre, amit fél évig a szobámban pihelt, mivel jobb volt, mint a sajátom, és azt használtam, hogy után elkezdett recsegni, torzított a csatorna, később már nem is szólt. Fél év után visszakérte a srác, magammal reménykedtem, hogy nem veszi észre, mivel ő effektpedállal csak a tiszta csatornát használja. Valószínűleg nem tűnt fel neki, mert három éve nem panaszkodott. Azt mondja, hogy nagyja a szomszéd rakéta porcivóját kérte kölcsön, hogy fölszívja a mosógépből kifolyt vizet. Visszaadás után szólt a szomszéd, hogy nem működik, mami azt válaszolta, hogy nála ment, csak a végén füstölt. Nekem ismerősöm kérte kölcsön anno az eredeti műsoros kazimat. Miután lemásolta magának, kicserélte a szalagot, hogy az övében legyen az eredeti jobb minőségi cucc. Ezt mostanában merte elmondani kb. 15 év után, Laci küldte nekünk. Falusi rokontól kölcsön kértem az Aranyeső Lyukában című filmet, húha, kiváló darab, és rávettem véletlenül az Úszóerő című filmből azt a jelenetet, amikor Erika elányák félpucéran kijön a tortából. Nagyon gáz volt 13 évesen. De nagy, mikor belemásoltál a kölcsönkért kazettába, vagy rávettél valamit, úristen. Apu vett egy laptopot 8-9 éve, elkezdett lassulni, 5 gyerek használta, odaadta egy ismerősének, hogy csinálja meg. Visszahozta, hogy menthetetlen kuka, apu még őrizgette, majd megcsináltatja. Pár informatikus, mikor összejöttünk, megnézte, ki volt pakolva a belseje. Tehát a rokon kipakolta a laptop belsejét. Se RAM, se Winchester, semmi. Apu szólt az ismerősének, az ismerős azt mondta, az már ilyen volt, mikor ő megkapta. Úristen. Apámmal elkérettem a bátyám elektromos pumpáját, a pumpálás után nem vettük észre, hogy a kerékről 500 méteren keresztül vonszoltuk a pumpát, mert nem kötöttük le, a pumpa nem élte túl. Remélem hallja. Remélem hallgatja. Petya küldte nekünk. Azt mondja, faterom 2004-es passzátjával durrantottam neki hátulról a villanyoszlopnak, tél volt, nagy gyár parkolójában parkolt, azt mondta, valaki biztos neki tolatott. A mai napig nem derült ki az igazság. Na most már igen. Pár éve a szomszédom kölcsönkérte a biciklimet, hogy kimenjen vele horgászni, a terepen viszont elszakadt a lánc, de hogy ne vegyem észre, ne neki kelljen megjavítatni, úgy adta vissza, hogy pillanatragasztóval összeragasztotta a lánc. Nem lehet, de fogja meg! Gondoljátok, mennyi ideig bírt, amikor használni akartam, amennyire meleg. Na, egy kis pillanatragasztó, minden megold. 3 km/h sebességgel tolod át hozzá, hogy nehogy addig lehessen a lánc. Én adtam kölcsön többször is a lószállítomat, versenyszerűen díjugrattam, mindig történt a futóval valami, de a legdurább az volt, mikor szó nélkül úgy rakták le használat után, hogy a kibújó ajtó úgy szét volt nyilva, amit nem értettem. Kiderült, hogy tehenet szállítottak benne, és mivel nem ehhez volt szokva a jószág, ott próbált kimenekülni, ahol egy ember is alig tud kibújni. Állítólag, mivel beszorult, szétfeszítette, illetve még jobban ki kellett feszíteni, hogy kiszedjék. Saját pénzből kellett megcsináltatnom, azóta nem szívesen adom senkinek. Amikor a tehén megpróbál kibújni az ember, kibújjon a lószállítón, nincs hozzászokva, hogy azzal szállítják. Nem kompatibilis a tehén a lószállító. Nagyon jó esemesek jönnek. Emlékszem, egyszer a szomszédunkban lakott egy Szilvi nevű lány, és valahonnan kapta, fogalmam sincs honnan, nyugati kazettákat. És volt köztük egy Metallica kazetta is, a Master of Puppets, és tudjátok, hogy abban az időszakban ez a nyugati kazetták, nyugati lemezek iszonyat jól szóltak, és kölcsön kaptam tőle. És nem tudom, milyen okból kifolyólag, de ezeknek a kazettáknak, ezek a kis, pici kis fülei nem voltak kitörve, amik megakadályozták volna abban, hogy beletörőjél, vagy rámásoljál valamit, vagy ilyesmi. És képzeljétek el, hogy az első számból betörőbe sikerült beletörölnöm, de egy ilyen 10 másodpercet, ugyanis olyan kazettás magnum volt, aminek egybe volt a lejátszó gombja, a felvő gombjával is. Véletlenül benyomtam egyszerre, és belevettem. Ismerem, ha stop meg a play gombot nyomtad egyszer, akkor felvett, tudom. Klasszik. Annyira befostam. Vagy a rek meg a play gombot egyszerre. Teljesen kész voltam tőle, nyugati kazetta beletöröltem, hogy adjam vissza. Kölcsönkértem az egyik haveromtól egy másolt Master of Puppets-et. Háromszor vettem rá az első számot, mert mindig az elején meg a végén volt egy kattanás, amikor ki meg bekapcsoltam a magnót. De béna! Annyira nyomorult volt, és a végig az volt a másik rinya, hogy a következő számba
a Master of Puppets-be beletörlök, mert hogy nem tudtam kimérni, hogy hol a vége. Hogy hol az eleje, meg a hol a vége. Olyat szakköröztem, egy délutánom ráment, és a végén visszatam, és ugyanez volt, mint a nálad a gitár, ugyanaz a rettegés, hogy mikor persze. Fog becsöngetni, és utána minden csöngetés azon a héten azért... és kinéztem így az ablakon a függönybe, hogy csak nem a Szilvia. Igen, jöttek. Észre vette Szilvia? Szerintem nem vette észre. Valószínűleg azt észrevehette egyébként, hogy, igen, hogy a betörő nem szólt annyira jól, de utána Master of Puppets, hogy... Az viszont... De jó szorik ezek, igen, amikor megijedtébe belevásoltál egy kazettába. Barátomnak kölcsönadtam egy 45 ezer forint értékű szerszámot, amikor kértem vissza, azt mondta, hogy ő is kölcsönadta egy barátjának, aki eltörte. Mondtam neki, semmi baj, vegyen egy másikat, nekem is kész. Nagy sokára vett is egyet, azóta is nála van, amikor kérem tőle, azt mondja, az az övé, ő vette. És az enyémet nem ő törte el. Igen. Szívesen kölcsön a gyerekem pár napra, ha szólok, akkor vigyem el nyugodtan. Óriási sztorik ennek egyébként. Hát mégis nem, igen, nem ő törte el, igen. Kölcsönadtam bátyámnak a motoros láncfűrést, kosárban kaptam vissza. Hát én Lego, tessék. Na jó. Oké, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon jók jöttek. Drágák vagytok, hogy írtatok. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.